Apostolok cselekedetei Első fejezet Az első könyvben Teofil szóltam mindarról, amit Jézus tett és tanított, kezdettől fogva addig a napig, amelyen felvétetett, miután a Szentlélek által parancsot adott apostolainak, akiket kiválasztott. Kinszenvedése után élve megmutatta magát nekik számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra, hogy él. És negyven napon át megjelenve Isten országáról beszélt nekik. Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várjanak az atya ígéretére. Azt hallottátok tőlem, hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva szent lélekkel fogtok megkeresztelkedni. Erre az egybe gyűltek, megkérdezték tőle. Uram, talán most állított helyre Izrael országát? Ő azonban azt mondta nekik. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az atya saját tetszése szerint határozott meg, a rátok lejövő szent lélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanulságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, egészen a föld határáig. Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhőt akarta el a szemük elől. Miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme Két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak. Galilai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok. Ekkor visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, amelyet Olajfák hegyének hívnak, amely Jeruzsálem mellett egy szombatnapi járásra van. Amikor beértek, felmentek a felső terembe, ahol időzni szoktak. Péter és János, Jakab és András, Gyülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia és Simon a buzgó. Végül Júdás, Jakab fia. Ezek minnyáján álhatatosan egy szívvel, lélekkel kitartottak az imádkozásban, az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. Azokban a napokban, felállt Péter a testvérek között, mint egy százhúsz emberből álló sokaság volt együtt, és így szólt: Férfiak, testvérek! Be kell teljesednie az írásnak amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által, Júdásról, azoknak vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. telket szerzett azonban a gonoszság bérén, azután felakasztotta magát, ketté repett, és minden bele kiomlott. Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a telket az ő nyelvükön Hakeldamának, azaz vérmezőnek hívják. Megvan ugyanis írva a Zsoltárok könyvében. Lakóhelyük vájék pusztaságá, ne legyen, aki benne lakik. És előjárói tisztségét kapja meg más. Ennél fogva szükséges, hogy azok közül a férfiak közül, akik együtt voltak velünk minden időben, amikor az Úr Jézus közöttünk járt kelt, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvétetett tőlünk, ezek közül valaki velünk együtt az ő feltámadásának tanúja legyen. Kijelöltek tehát kettőt, Józsefet, akit Barzabásnak melléknevén Justusnak hívtak, és Mátyást. Majd így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ennek a szolgálatnak és apostoli hivatásnak a helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott és eltávozott az őt illető helyre. Azután sorsot vetettek rájuk és a sors Mátyásra esett, akit a tizenegy apostol közé soroltak. Második fejezet Mikor elérkezett pünkös napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Ekkor tájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképettek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyáján álmélkodtak és csodálkoztak. Íme ezek, akik beszélnek, ugye, mindnyáján galileaiak. Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? Mi pártusok, médek, elamiták, mezopotámiának, júdeának, kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirene körüli Líbia részeinek lakói. A Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Minnyáján álmélkodtak és csodálkoztak, és mondták egymásnak, vajon Mihez? Mások azonban gúnyolódva azt mondták, Tele vannak édes borral. Akkor Péter, aki a tizenegyel ott állt, felemelte a szavát, és beszédet intézett hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem összes lakója, tudjátok meg ezt, halljátok szavamat. Nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nappalnak még csak a harmadik órája van, hanem csak az történt, amit Joel próféta megmondott. És ez lesz az utolsó napokban, mondja az Úr, járasztom lelkemet minden emberre, akkor fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek. Szolgáimra és szolgálóimra kiárasztom lelkemet azokban a napokban, és prófétálni fognak. Csodákat fogok tenni odafönn az égen, és jeleket lenne földön, vért, tüzet és füstpárát. A nap sötétségé fog változni, a hold pedig vérré mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. És ez fog történni. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok ezeket a szavakat. Ti, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek, erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket mint ti is tudjátok, Isten általa művelt közöttetek ezt az embert. Istentelenek keze által felszegezve megöltétek. Miután Isten elhatározott terve és előre tudása szerint átadatott. Isten azonban föloldozta a halál bilincseit és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is volt, hogy azok fogva tartsák, mert Dávid róla mondja, magam előtt látom az Urat mindenkor, mert jobbomon áll ő, hogy meg ne inogjak. Ezért örvend a szívem és újong a nyelvem, sőt, testem is békében nyugszik el, mert nem hagyod lelkemet az alvilágban, nem engeded, hogy szented rothadást lássam. Megmutatod nekem az élet útját, és színed előtt örömmel töltesz engem. Pérfiak, testvérek, hadd szóljak hozzátok bátran Dávid ősatyáról. Ő meghalt, eltemették, és sírja a mai napig itt van nálunk. Mivel azonban ő próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta meg neki, hogy az ő utódaiból ül majd valaki a trónjára, a jövőbe látva Krisztus feltámadásáról beszélt, hogy sem az alvilágban nem marad, sem a teste nem lát rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Miután tehát Isten jobbja felmagasztalta őt, és akit az atya neki megígért, a szent lelket kiárasztotta, akit ti láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel az égbe, hiszen ő azt mondja, szólt az Úr az én Uramnak, jobban felől foglalj helyet, amíg én ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezeket hallották, szívükben megrendültek. Így szóltak Péterhez és a többi apostolhoz. Mit tegyünk, férfiak, testvérek? Péter azt felelte nekik. Tartsatok bűnbánatot, és mindegyiktek keresztelkedjék meg Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Akkor megkapjátok ajándékul a szent lelket. Mert az ígéret nektek szól, valamint a ti fiaitoknak, és mindazoknak, akik távol vannak, de akik közül mindenkit meghív magához, a mi urunk, Istenünk. Számos egyéb szóval is bátorította és buzdította őket. Mentsétek meg magatokat ettől a gonosz nemzedéktől. Azok tehát megfogadták szavát és megkeresztelkedtek. Körülbelül háromezer lélek csatlakozott aznap hozzájuk. Ők pedig álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban. Félelem fogott el mindenkit. Számos csoda és jel történt az apostolok által. A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották mindenkinek szükségéhez mérten. Naponta egy szívvel, lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték a kenyérszegést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt dicsérték Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendők számát. Harmadik fejezet Péter és János pedig felmentek a templomba a kilenc órai imádság idején. Ekkor egy férfit vittek arra, aki születésétől fogva béna volt. Naponta odatették a templomnak az úgynevezett ékes kapujához, hogy a templomba jövőktől alamizsnát kérjen. Amikor Pétert és Jánost meglátta, amint a templomba készültek bemenni, könyörgött, hogy alamizsnát kapjon. Péter Jánossal együtt reáltekintett, és azt mondta, Nézz ránk! Erre az rájuk nézett, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így szólt. Ezüstöm aranyam nincs, de amim van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Azzal megfogta a jobb kezénél és fölemelte. Erre annak azonnal erő szállt a lábába és talpába, úgyhogy felugrott, állt és járt kelt. Bement velük a templomba, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Az egész nép látta, hogy jár és Istent magasztalja. Ráismertek, hogy ő az, aki alamizsnáért üldögélt a templom ékes kapujánál. Elteltek csodálkozással, és magukon kívül voltak amiatt, ami velük történt mivel nem tágított Péter és János mellől, az egész nép csodálkozva futott hozzájuk az úgynevezett Salamon csarnokba. Amikor Péter látta ezt, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, miért csodálkoztok ezen, és miért ámultok rajtunk, mintha a magunk erejéből vagy hatalmából tettük volna, hogy ez jár? Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok ugyan, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, bár az úgy döntött, hogy szabadon bocsátja őt. Ti azonban megtagadtátok a szentet és igazat, és azt kívántátok, hogy a gyilkost adják nektek ajándékul, az élet szerzőjét pedig megöltétek. De Isten feltámasztotta őt a halálból. Ennek mi tanúi vagyunk. Az ő neve adott erőt, a nevében való hitáltal ennek az embernek, akit ti láttok és ismertek, és a tőle származó hit adta meg neki ezt az ép egészséget minnyájatok szeme láttára. Tudom azonban, testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint ahogy a ti is. Isten azonban így módon teljesítette, amit minden profétájának ajka által előre hirdetett, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröljék bűneiteket, s hogy az enyhülés idői eljöjjenek az Úr színétől, és elküldje azt, akit hirdettek nektek, Jézus Krisztust. Őt ugyanaz égnek kell befogadnia minden dolog helyreállításának az idejéig, amelyről Isten szólt századok óta szent prófétáinak ajka által. Mózes ugyanis megmondta, hogy: Uratok, istenetek, hozzám hasonló prófétát támaszt majd nektek, testvéreitek közül, őt hallgassátok mindenben, amit mond majd nektek. Az történik ugyanis, hogy mindenkit, aki nem hallgatja ezt a prófétát, kiírtanak a nép közül. A próféták, akik szóltak Sámueltől kezdve és azután, mind hirdették ezeket a napokat. Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor Ábrahámnak azt mondta, a te utódodban nyer áldást a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban számatokra támasztotta, s küldte el fiát, hogy megáldjon titeket, és így mindenki megtérjen gonoszságából. Negyedik fejezet Amíg ők a néphez beszéltek, odajöttek a papok, a templomőrség parancsnoka és a szaddúceusok. Ezek bosszankodtak, hogy tanítják a népet, és hirdetik a halálból való feltámadást Jézusban. Kezet emeltek tehát rájuk, és őrizetbe vették őket másnapig, mert már este ledett. De azok közül sokan, akik az igét hallgatták, hittek. Úgyhogy a férfiak száma elérte az ötezret. Történt pedig másnap, hogy a vezető embereik, a vének és az írástudók összegyűltek Jeruzsálemben, velük Annás főpap és Kajafás is valamint János és Alexander, és ahányan csak voltak a főpapi nemzetségből. Miután középre állították őket, megkérdezték. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt? Ekkor Péter, szent lélekkel eltelve így szólt hozzájuk. Népünk vezetői és ti vének, halljátok. Ti ma felelősségre vontok minket, mert jót tettünk egy beteg emberrel, hogy megtudjátok, hogyan lett újra egészséges. Vegyétek hát tudomásul minnyájan, ti és Izrael egész népe, hogy a mi úrunknak, a názáreti Jézus Krisztusnak neve által, akit ti keresztre feszítettetek, akit Isten feltámasztotta halálból, ő általa áll ez itt előttetek egészségesen. Ez az a kő, amely ti az építők elvetettetek, amely szegletkő lett. És nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell. Mikor látták Péter és János álhatatosságát, és megtudták, hogy írás tudatlan és tanulatlan emberek elcsodálkoztak, és rájuk ismertek, hogy Jézussal voltak. Mivel azonban látták, hogy a meggyógyult ember is mellettük áll, semmiben sem mondhattak ellent. Megparancsolták tehát nekik, hogy menjenek ki a gyűlésből, azután így tanakodtak egymás között. Mit évők legyünk ezekkel az emberekkel? Hogy csak ugyan Jeruzsálem összes lakója előtt ismeretes csodajelet műveltek, az Nyilvánvaló is, nem tagadhatjuk. Nehogy azonban még tovább terjedjen a híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy ne beszéljenek többé senkinek se ennek a nevében. Azután beszólították őket, és megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban azt felelték nekik ítéljétek meg ti, vajon helyes volna-e Isten színe előtt, ha inkább hallgatnánk rátok, mint Istenre. Hisz lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk. Azok erre újra megfenyegették, majd elbocsátották őket, mivel nem találtak módot arra, hogy megbüntessék őket, a nép miatt mert mindenki dicsőítette Istent azért, ami az emberrel történt. Hiszen több mint negyven éves volt az, akivel a gyógyulásnak ez a csoda jele történt. Elbocsátásuk után övéhez mentek, és hírül vitték nekik, hogy mi mindent mondtak nekik a főpapok és a vének. Mikor azok meghallották ezt, egy szívvel, lélekkel így fohászkodtak Istenhez. Úrunk, te vagy az, aki alkottad az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Aki Dávidnak, a miatyánknak, a te szolgádnak szájával, a szent lélek által azt mondtad. Miért acsarkodnak a nemzetek, terveznek hiúságokat a népek? A föld királyai felkeltek, egybegyültek mind a fejedelmek az Úr ellen, és az ő fölkentje ellen. Mert valóban egybegyültek ebben a városban a te szent fiad Jézus ellen, akit fölkentél. Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népeivel, hogy végrehajtsák, amiről kezed és akaratod elhatároztak hogy megtörténjék. Most tehát, Urunk, tekints fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bizadolommal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki kezedet gyógyításokra, hogy jelek és csodák történjenek Szent Fiadnak Jézusnak neve által. Miután így imádkoztak, megremegett a hely, ahol egybe gyűltek. Minnyáján beteltek szent lélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét. A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve lelke. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot, Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról, és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. Nem is volt közöttük senki szűkölködő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, és az eladott javak árát elhozták, és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek-kinek szüksége volt így József, a ciprusi származású levita, aki az apostoloktól a barnabás mellék nevet kapta, ennek jelentése vigasztalás fia, mivel szántóföldje volt, eladta azt, az árát pedig elhozta, és letette az apostolok lábához. Ötödik fejezet Egy bizonyos Ananiás nevű férfi is a feleségével, Szafirával együtt földet adott el. De a felesége tudtával, csalárdul megtartott valamit a föld árából, csak egy részt hozott el, és tett az apostolok lábához. Péter azonban így szólt. Ananiás, miért ejtette a sátán kísértésbe a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és csalárdul visszatarts a föld árából. Ha megmaradt volna, magadnak maradt volna, és magad rendelkeznél azzal, amit eladtál. Miért vetemedett hát szíved erre a dologra? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint Ananiás ezeket a szavakat hallotta, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem fogta el mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felkeltek, felemelték, kivitték és eltemették. Körülbelül három óra múlva belépett a felesége, aki nem tudta, hogy mi történt. Péter megkérdezte tőle. Mond nekem, asszony, csak ugyan annyiért adtátok el a földet? Az így felelt. Igen annyiért. Erre Péter azt mondta neki. Mire volt jó megegyeznetek abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme, akik eltemették férjedet, az ajtónál állnak, s téged is kivisznek. Nyomban összeesett a lábainál, és meghalt. Az ifjak pedig beléptek, halva találták, erre kivitték és eltemették a férje mellé. Ekkor nagy félelem fogta el az egész egyházat, és mindazokat, akik ezeket hallották. Az apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt a nép között, minnyáján egy szívvel voltak együtt Salamon csarnokában. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép nagyra becsülte őket. Az úrban hívő férfiak és nők sokasága egyre növekedett. A betegeket kivitték az utcákra, hordágyakra és ágyakra rakták őket, hogy amikor Péter arra megy, legalább az árnyéka érje valamelyiküket, és megszabaduljanak betegségeiktől. Sőt, Jeruzsálem szomszédos városainak néptömege is odaáradt, hozták a betegeket és a tisztátalan lelkektől megszállottakat, ezek mind meggyógyultak. Felállt ekkor a főpap, és minnyáján, akik vele tartottak, vagyis a szaddúceusok pártja, elteltek irítséggel. Elfogták az apostolokat, és a nyilvános börtönbe vetették őket. Az úr angyala azonban éjjel kinyitotta a börtön ajtaját, Kivezette őket, és azt mondta: Menjetek, álljatok ki, és hirdessétek a templomban a népnek a tanítást erről az életről. Miután ezt hallották, viradatkor bementek a templomba, és tanítottak. Mikor megérkezett a főpap és akik vele voltak, összehívták a főtanácsot, vagyis Izrael fiainak összes vényét és elküldtek a börtönbe, hogy elővezessék őket. De amikor a szolgák odaértek és kinyitották a tömlöcöt, nem találták ott őket. Visszatértek tehát és jelentették. A börtönt egészen gondosan bezárva találtuk ugyan, az őrök is ott álltak az ajtók előtt, de amikor benyitottunk, senkit sem találtunk ott. Eszavak halatára a templom őrség parancsnoka és a főpapok megdöbbentek azon, ami történt. Ekkor beállított valaki, és hírül hozta nekik: Íme a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, a templomban állnak és tanítják a népet! Erre a parancsnok elment a szolgákkal, és erőszak alkalmazása nélkül elhozta őket, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket majd odahozták és a főtanács elé állították őket. A főpap a szemükre vetette. Parancsba hagytuk meg nektek, hogy ne tanítsatok az ő nevében. Slám, ti betöltöttétek Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Erre Péter és az apostolok azt felelték. Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti a fára függesztve megöltetek. Isten fejedelemmé és üdvözítővé emelte őt jobbjával, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk mi és a Szentlélek, akit Isten megadott mindazoknak, akik engedelmeskednek neki. Mikor ezt hallották, feldühöttek, és arra gondoltak, hogy megölik őket. Ekkor azonban egy bizonyos Gamália nevű farizaus, aki az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó volt, felállt a főtanácsban, és rövid időre kiküldte az embereket. Azután beszédet intézett hozzájuk. Izraelita férfiak, vigyázzatok magatokra, mit tesztek ezekkel az emberekkel, mert a közelmúltban fellépett Teudás. Azt mondta önmagáról, hogy ő nagy valaki, és szám szerint mintegy 400 férfi csatlakozott hozzá őt megölték, azokat pedig, akik hittek neki, mind szétszórták, és semmivé lettek. Ő utána az összeírás napjaiban fellépett galileai júdás, és magához csábította a népet. Ő is elpusztult, s akik egyetértettek vele, azokat mind szétszórták. Ennél fogva én most is azt mondom nektek, Hagyjátok magukra ezeket az embereket, és engedjétek el őket, mert ha ez a terv vagy mű emberektől van, elenyészik, azonban Istentől van, nem ronthatjátok le. Nehogy az történjék, hogy Isten ellen hadakoztok. Igazat adtak neki. Azután előhívták az apostolokat, Megverették őket, és meghagyták nekik, hogy semmiképp se beszéljenek Jézus nevében, majd elbocsátották őket. Azok pedig örvendezve eltávoztak a főtanácsból, mivel méltónak találtattak, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Nem is szüntek meg naponta a templomban és házaknál tanítani és hirdetni. Krisztus Jézust. Hatodik fejezet Azokban a napokban a tanítványok számának megszaporodtával zúgolódást támadt a görögök között a zsidók ellen, amiatt, hogy özvegyeiket elhanyagolják a mindennapi kiszolgálásnál. A tizenkettő egybe hívta tehát a tanítványok sokaságát, és így szóltak. Nem volna rendjén, hogy az asztaloknál szolgáljunk, közben elhanyagoljuk az Isten igéjét. Azért, testvérek, szemeljetek ki magatok közül hét jóhírű, hírű, szentlélekkel és bölcsességgel teljes férfit, és bízzuk rájuk ezt a feladatot. Mi meg majd az imádsággal és az ige szolgálatával foglalkozunk. Ez a beszéd Tetszett az egész sokaságnak. Kiválasztották tehát Istvánt, akit eltöltött a hit és a szent lélek. Továbbá Fülöpöt, Prohóroszt, Nikánort, Timont, Parmenást és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Ezeket az apostolok elé állították, és ők imádság közben rájuk tették kezüket. Az úrigéje pedig terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megszaporodott Jeruzsálemben, sőt, a papoknak is nagy tömege hódolt meg a hitnek. István pedig telve kegyelemmel és erővel csodákat és nagy jeleket művelt a nép között. Felléptek azonban néhányan abból a zsinagógából, amelyet a libertinusokról, a cireneiekről, az alexandriaiakról neveztek el, és azokról, akik Kilikiából és Ázsiából valók, s vitatkoztak Istvánnal. Nem tudtak azonban ellenállni a bölcsességnek és a léleknek, amely által szólt. Erre férfiakat küldtek ki alattomban, akik azt mondták. Hallottuk őt, amint káromló szavakat mondott Mózesre és Istenre. Imódon felizgatták a népet, a véneket és az írástudókat, akik azután összecsődülve megragadták őt, és a főtanács elé vitték. Sőt, hamis tanúkat is állítottak, hogy mondják azt. Ez az ember minduntalan a szent hely és a törvény ellen beszél hallottuk ugyanis őt, amikor azt mondta, hogy ez a názáreti Jézus lerontja majd ezt a helyet, megmásítja a hagyományokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Akik a főtanácsban ültek, mind őt nézték, és olyannak látták az arcát, mint egy angyalét. Hetedik fejezet A főpap erre megkérdezte tőle, csak ugyanígy áll a dolog? Ő pedig azt felelte: Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, midőn Mezopotámiában tartózkodott, és mielőtt hárámba költözött. Így szólt hozzá: Menj ki földedről és rokonságodból, jöjj arra a földre! amelyet mutatok neked. Erre elhagyta a kádaiak országát, és hárámba költözött. Innen pedig, atya halála után áthozta őt erre a földre, amelyen tilaktok most. Nem adott ugyan belőle neki talpalatnyi örökséget sem, de megígérte, hogy birtokul adja neki és utódainak ő utána, bár nem volt még fia. Isten ezt mondta neki. Az ő utóda hontalanként fog lakni idegen földön, szolgaságba hajtják és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. De én, mondja az Úr, Megítélem a nemzetet, amelynek szolgái lesznek, azután majd kivonulnak és szolgálni fognak nekem ezen a helyen egyben megkötötte vele a körülmetélés szövetségét. Ábrahámnak így lett a fia Izsák, akit körülmetélt a nyolcadik napon, Izsáké pedig Jákob, Jákobé meg a tizenkét pátriárka. A pátriárkák irítségből eladták Józsefet Egyiptomba, de Isten vele volt, és kiragadta őt minden viszontagságából kegyelmet és bölcsességet adott neki a fáraónak Egyiptom királyának a színe előtt, úgy, hogy az megtette őt kormányzónak Egyiptom fölé és a tulajdon egész háza fölé. Akkoriban éhinség és nagy nyomorúság sújtotta egész Egyiptomot és Kánoánt, s atyáink nem találtak élelmet. Mikor azonban Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van gabona, elküldte atyáinkat első ízben. A második alkalommal a testvérei megismerték Józsefet, és a fáraó előtt kitudódott a származása. József erre érte küldött, és elhívatta atyát, Jákobot és egész rokonságát, 75 lelket. Jákob tehát lement Egyiptomba, aztán ő és atyáink meghaltak. Átvitték őket szihembe és eltemették a sírba, amelyet Ábrahám vett meg ezüst pénzen a szihemi hámor fiaitól. Mikor azonban elközelgett az ígéret ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott, a nép gyarapodott és sokasodott Egyiptomban. Amíg másik király nem támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet. Ez álnok módon bánt a népünkkel. Azzal sújtotta atyáinkat, hogy ki kellett tenniük csecsemőiket, hogy életben nem maradjanak. Abban az időben született Mózes, akit Isten kedvelt. Három hónapig apja házában táplálták. Mikor azután kitették, a fáraó leánya felvette, és Felnevelte saját fia gyanánt. Mózes így oktatást kapott az egyiptomiak minden bölcsességében, és hatalmas lett szavaiban és tetteiben. Mikor pedig betöltötte 40. évét, feltette szívében, hogy meglátogatja a testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy egyikük méltatlanságot szenved, a védelmére kelt, és bosszút állt az igazságtalanságot szenvedőért azzal, hogy megölte az egyiptomit. Azt hitte ugyanis, hogy testvérei megértik, hogy Isten az ő keze által ad nekik szabadulást, ám azok nem értették meg. Másnap megjelent köztük, amikor éppen perlekedtek és békítgette őket. Pérfiak, ti testvérek vagytok, Miért bántjátok egymást? De az, aki bántalmazta fele barátját, eltaszította őt, és így szólt. Hitett téged feljebb valóvá és bíróvá fölénk? Csak nem akarsz megölni, ahogy megöltett tegnap az egyiptomit? Mikor Mózes meghallotta ezt a beszédet, elmenekült, és jövevény lett Midian földjén, ahol két fia született. Negyven esztendő eltelte után, Sína hegyének pusztájában angyal jelent meg neki a csipkebokor lángoló tüzében. Mózes látta és csodálkozott a látványon. Amint azonban oda ment, hogy megnézze, az úr szólt hozzá. Én vagyok atyáid istene, Ábrahám istene, Izsák istene, és Jákob istene. Mózes erre megrettent, és nem merte megnézni. Az úr pedig azt mondta neki, Old le lábad saruját, mert a hely, amelyen állsz, szent föld. Jól láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, hallottam sóhajtozásukat. Azért szálltam le, hogy megszabadítsam őket. Jöjj tehát, elküldlek Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor azt mondták, irendelt téged följebb valóvá és bíróvá, Isten vezérül és szabadítóul küldte az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ő hozta ki őket Közben csodákat és jeleket művelt Egyiptom földjén, majd a Vörös-tengernél és a pusztában negyven éven át. Ez az a Mózes, aki megmondta Izrael fiainak: Profétát támaszt nektek Isten testvéreitek közül, hozzám hasonlót. Ő volt az, aki a pusztai közösségből, kapcsolatban állt az angyallal, aki Sína hegyén szólt hozzá és atyáinkhoz. Ő vette át az élet igéit, hogy nekünk adja. Ám atyáink nem akartak engedelmeskedni neki, hanem eltaszították, és szívük visszavágyott Egyiptomba. Azért azt mondták Áronnak, készíts nekünk isteneket, vezessenek bennünket ők, mert nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptom földjéről. És borjú képmást készítettek azokban a napokban, áldozatot mutattak be a bálványnak, és örömük telt önkezük alkotásaiban. Ezért Isten elfordult tőlük, és hagyta őket, hogy szolgáljanak az ég seregeinek, amint megvan írva a próféták könyvében. Vajon mutattatok ebben nekem áldozati állatokat és áldozatokat negyven éven át a pusztában, Izrael háza? Inkább befogadtátok molok sátrát és isteneteknek refánnak csillagát, a bálványképeket, amelyeket készítettetek, hogy imádjátok őket. Ezért Babilonon túra viszlek majd el titeket. A szövetség sátra atyáinkkal volt a pusztában, amint Isten elrendelte nekik, aki Mózeshez szólt, hogy készítse el azt a látott a szerint. Ezt atyáink átvették, s be is vitték Józsuéval a pogányok birodalmába, akiket Isten kiűzött atyáink elől Dávid napjaig ő kegyelmet talált Istennél, és könyörgött, hogy hajlékot emelhessen Jákob Istenének. Végül csak Salamon épített neki házat. Ám de a magasságbeli nem lakik kezek alkotásaiban, amint a próféta mondja. Az ég az én trónusom, a föld pedig lábam zsámoja miféle házat építenétek nekem, mondja az Úr. Vagy hol lenne az én nyugodalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezeket? Ti kemény nyakúak, körülmetéletlen szívűek és fülűek, ti mindenkor ellenálltatok a Szentléleknek, amint atyáitok, úgy ti is. Melyik profétát nem üldözték atyáitok? Igen, megölték őket, akik annak az igaznak eljöveteléről jövendöltek, akinek ti most árulói és gyilkosai lettetek. Ti, akik angyalok szolgálata által kaptátok a törvényt, de meg nem tartottátok. Amikor ezeket hallották, megdühöttek szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban szent lélekkel telve föltekintett az égre, látta Isten dicsőségét és Jézust Isten jobbja felől állni. Megszólalt. Íme, nyitva látom az egeket, és az ember fiát állni Isten jobbja felől. Erők felhangon kiáltva befogták fülüket, és egy rárohantak. Azután kihurcolták őt a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig letették ruháikat egy ifjú lábához, akit Saulnak hívtak. Amikor megkövezték Istvánt, az így könyörgött. Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Amikor pedig térdre esett, fennhangon azt kiáltotta, Uram, ne tulajdonítsd ezt nekik bűnül. Amint ezt kimondta, elszenderült az Úrban. Nyolcadik fejezet Saul pedig egyetértett azzal, hogy megöljék őt. Azon a napon nagy üldözés tört ki a Jeruzsálemi Egyház ellen, és az apostolok kivételével minnyáján szétszóródtak, Judea és Szamaria tartományában. István pedig istenfélő férfiak eltemették és nagyon megsiratták. Saul megpusztította az egyházat, sorra járva a házakat, elhurcolta a férfiakat és asszonyokat, őrizetbe vetette őket. Azok, akik szétszóródtak, eközben körüljártak, és kihirdették az Isten igéjét. Így jutott el Fülöp Samaria városába, és hirdette nekik Krisztust. Tömegesen és egyetértően figyeltek mind arra, amit Fülöp mondott, halva és látva a jeleket, amelyeket cselekedett. Mert a tisztátalan lelkek hangos kiáltással kimentek sokakból, akikben laktak, és sok inaszakadt és sánta meggyógyult nagy öröm támadt abban a városban. Volt azonban a városban egy Simon nevű férfi, aki azelőtt varázslással foglalkozott, és elámította a Samaria népét, azt állítva, hogy ő rendkívüli valaki. Nagyok és kicsik mindenki egyaránt hallgatott rá, azt mondták, az Isten ereje ő, akit nagynak hívnak, és követték őt mert jó ideje álmította őket varázslataival. Amikor azonban hittek Fülöpnek, aki hirdette az örömhírt Isten országáról, a férfiak és az asszonyok megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében. Sőt, maga Simon is hitt, és megkeresztelkedése után Fülöphöz szegődött. Mikor látta, hogy jelek és igen nagy csodák is történnek, álmélkodva csodálkozott. Mikor pedig az apostolok, akik Jeruzsálemben voltak, meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amint odaérkeztek, imádkoztak értük, hogy elnyerjék a szent lelket, mert az még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevében. Ekkor rájuk tették kezüket, és azok elnyerték a szent lelket. Amikor Simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel megadják a szent lelket, pénzt kínált nekik, és azt mondta, Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, megkapja a szent lelket. Péter azonban így szólt hozzá, „Vessen a pénzed veled együtt, mivel azt gondoltad, hogy Isten ajándékát pénzért lehet megszerezni. Sem részed nincs ebben, sem jussod nincs hozzá, mert a szíved nem igaz Isten előtt. Térj meg tehát ebből a gonoszságodból, és kérd Istent, hogy szívednek ez a gondolata bocsánatot nyerjen. Mert azt látom, hogy a keserűség epéjében és a gonoszság kötelékében vagy. Erre Simon azt felelte. Könyörögjetek értem az úrhoz, hogy semmi se érjen engem abból, amit mondtatok. Ők pedig miután tanúságot tettek, és az úrigéjét hirdették, visszatértek Jeruzsálembe. Közben a szamariaiak sok helységének hirdették az evangéliumot. Ezek után az úrangyala így szólt Fülöphöz. Kelj föl és menj délre, arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába visz le. Az fölkelt tehát és elment. Íme egy etióp férfi, Kandakénak, az etiópok királynőjének hatalmas udvari tisztje és minden kincsének kezelője, aki Jeruzsálembe jött imádkozni, visszatértében kocsiján ülve izajás prófétát olvasta. Ekkor a lélek így szólt Fülöphöz. Menj oda, és szegődj ahhoz a kocsihoz. Amint Fülöp oda sietett, és hallotta, hogy izajás prófétát olvassa, megszólította. Azt gondolod, hogy érted, amit olvasol? Az így felelt. Hogyan érteném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem. Megkérte tehát Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Az írás helye pedig, amelyet olvasott, ez volt: Mint a bárány, amelyet leülésre visznek, és mint a juh, mely nyírója előtt elnémul, nem nyitotta ki száját. Megaláztatásban hoztak fölötte ítéletet. A sorsával kitörődik, hisz életét elvették e földön. Erre az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: Kérlek, kiről mondja ezt a proféta önmagáról, vagy valaki másról? Ekkor Fülöp megnyitotta száját, és ebből az írásból kiindulva hirdette neki Jézus. Amint haladtak az úton, egy vízhez értek. Erre az udvari tiszt így szólt: Íbe, a víz! Migától abban, hogy megkeresztelkedjen! Azután megállította a kocsit. Mindketten lementek a vízbe, Fülöp és az udvari tiszt, és megkeresztelte őt. Mikor a vízből feljöttek, az Úr lelke, Elragadta Fülöpöt. Az udvari tiszt nem látta őt többé, és örvendezve folytatta útját. Fülöp pedig Asdótban termett, körüljárt, és hirdette az evangéliumot, amíg Cézár Reába nem érkezett. Kilencedik fejezet. Eközben Saul, aki még mindig gyűlölettől lihegett és halállal fenyegette az úr tanítványait, elment a főpaphoz, és levelet kért tőle a damaszkuszi zsinagógákhoz, hogy megkötözve Jeruzsálembe hozhassa azokat a férfiakat és nőket, akiket ott talál ennek a tannak a követői közül. De amint haladt az úton és damaszkuszhoz közeledett, Történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. Leesett a földre, és szózatot hallott, amely azt mondta neki. Sahul, Sahul, miért üldözöl engem? Erről megkérdezte. Ki vagy te, Uram? Az így felelt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj föl, és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. A férfiak, akik kísérték, csodálkozva álltak. Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. Saul pedig fölkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Úgy vezették be kezénél fogva Damaszkuszba. Ott volt három napig. Nem látott, nem evett, nem ivott semmit. Volt Damaszkuszban egy ananiás nevű tanítvány, akihez az úr látomásban így szólt. Ananiás. Ő pedig így felelt. Itt vagyok, uram. Az úr így folytatta. Kejföl! Menj el az úgynevezett egyenes utcába, keres fel Júdás házában egy Saul nevű Tarzuszi embert, íme, épp imádkozik, és lát egy Ananiás nevű férfit, amint belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy látását visszanyerje. Ananiás azonban azt felelte. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, hogy mennyi gonoszat tett szentjeiddel Jeruzsálemben, itt meg felhatalmazása van a főpapoktól, hogy megkötözze mindazokat, akik segítségül hívják nevedet. De az Úr azt mondta neki: Csak menj, mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Én ugyanis megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Erre Ananiás elindult, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta. Saul testvér, az Úr Jézus küldött engem, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss és eltelj szent lélekkel. Erre azonnal halpikkely szerű valami hullott le a szemeiről, és visszanyerte a szemevilágát. Fölkelt, és megkeresztelkedett. Azután ételt vett magához, és megerősödött. Néhány napig még együtt maradt a tanítványokkal, akik Damaszkuszban voltak. Azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten fia. Mindazok pedig, akik hallgatták, csodálkoztak és megjegyezték: Nem ez az, aki Jeruzsálemben vesztére tört azoknak, akik ezt a nevet segítségül hívták. És ide is azért jött, hogy megkötözve elhurcolja őket a főpapokhoz. Saul azonban mind nagyobb erővel lépett föl, zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, és bizonyította előttük, hogy Jézus a Krisztus. Jó néhány nap múlva a zsidók megállapodtak, hogy megölik őt. De Saul tudomást szerzett ármánykodásukról, azok még a kapukat is őrizték éjjel-nappal, hogy megöljék őt. A tanítványok azonban éjjel fogták őt, és kimenekítették a falonát, leeresztve őt egy kosárban. Mikor így Jeruzsálembe érkezett, a tanítványokhoz akart csatlakozni, de minnyáján féltek tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette elvezette az apostolokhoz, és elbeszélte nekik, hogyan látta meg az urat útközben, hogyan beszélt vele, és hogy milyen bátran tevékenykedett Damaszkuszban Jézus nevében. Velük volt, járt kelt Jeruzsálemben, és bátran tevékenykedett az Úr nevében. Beszélt a pogányokhoz is, és vitatkozott a görögökkel, de azok az életére törtek. Mikor a testvérek értesültek erről, lekísérték őt Tezáreába és elküldték Tarsuszba. Az egyház ekkor egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békében élt és gyarapodott. Az Úr félelmében járt, és telve volt a Szentlélek vigasztalásával. Történt egyszer, hogy Péter, amikor mindenkit felkeresett, eljutott azokhoz a szentekhez is, akik Liddában laktak. találtott egy Éneász nevű embert, aki nyolc év óta ágyban feküdt, mert béna volt. Péter így szólt hozzá. Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl, vesd be ágyadat. Erre ő azonnal fölkelt. Liddai száron lakói mind látták őt, és megtértek az úrhoz. Joppéban a tanítványok közt volt egy asszony, a neve Tabita volt, ami azt jelenti Dorkász. Teljesen a jó cselekedeteknek és az alamizsnálkodásnak szentelte életét. Történt pedig azokban a napokban, hogy megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, lefektették a felső teremben. Mivel Lidda közel van Joppéhoz, s a tanítványok meghallották, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit és kérték. Ne késlek egy hozzánk jönni. Péter erre útra kelt és elment velük. Amikor megérkeztek, felvezették őt a felső terembe. Az özvegyek mind körülvették őt, sírva, és a köntösöket és a ruhákat mutogatták, amelyeket Dorkász készített nekik, amíg velük volt. Péter azonban minnyájukat kiparancsolta, azután térdre borulva imádkozott, majd a holtesthez fordulva így szólt. Tabita, kelj Erre az kinyitotta a szemét, meglátta Pétert, és felült. Ő pedig oda nyújtotta neki a kezét, és felsegítette. Azután odahívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik őt, hogy él. Híre ment ennek egész jobbéban, és sokan hittek az úrban. Történt azután, hogy sok napon át ott maradt jobbéban, egy bizonyos Simon Tímárnál. Tizedik fejezet Volt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az itáliainak nevezett zászlóaj századosa. Egész háza népével együtt vallásos és Istenfélő ember volt, sok isnát osztott ki a nép között, és szüntelenül imádkozott az Istenhez. Egyszer a nap kilencedik órája körül látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bejött hozzá, és azt mondta neki: Cornélius. Ő rátekintett, és megrémülve azt mondta: Mi az, Uram? Erre az így szólt. Imádságaid és alamizsnáid felszálltak Isten szín elé, és ő megemlékezett rólad. Azért küldj most férfiakat jobbéba, és hivas ide egy bizonyos Simont, akit Péternek is hívnak. Ez egy bizonyos Simon tímárnál szállt meg, akinek a háza a tenger mellett van. Ő majd megmondja neked, mit kell tenned. Amikor eltávozott az angyal, aki szólt hozzá, odahívta két szolgáját és beosztottjai közül egy istenfélő katonát. Mindent elmondott nekik, és elküldte őket jobbéba. Másnap pedig, miközben ők úton voltak és a városhoz közeledtek, hat óra tájban Péter felment a ház tetejére imádkozni. Közben megéhezett és enni akart amíg készítettek neki, elragadtatásba esett. Nyitva látta az eget, és egy edény ereszkedett alá, olyan, mint egy nagy lepedő, amelyet négy sarkánál fogva eresztenek le a földre. Mindenféle négy lábú, földi, csúszómászós, égi madár volt benne. Egy hang így szólt hozzá. Kelj fel, Péter, öld meg, és edd. De Péter azt mondta: Távol legyen tőlem, uram, hiszen sohasem ettem semmi közönségeset és tisztátalant. De a hang újból másodszor is szólt hozzá: Amit Isten tisztává tett, azt te nem mond tisztátalannak. Ez háromszor megismétlődött, aztán az edény hirtelen felemelkedett az égbe. Amíg Péter azon tűnődött magában, hogy mit jelent a látomás, amit látott, a férfiak, akiket Kornélius küldött, megkeresték Simon házát. Megálltak az ajtónál, bekiáltottak és tudakolták, vajon Simon, akit Péternek is hívnak, ott szállte meg. Péternek pedig, amíg a látomásról tűnődött, azt mondta a lélek. Három férfi keres téged. Kelj fel tehát, eredj le, és menj el velük habozás nélkül, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt. Íme, én vagyok, akit kerestek, mi vagytok? Ezek azt felelték. Kornélius százados, az igaz és istenfélő férfi, aki mellett az egész zsidó nép tanúságot tesz, egy szent angyaltól parancsot kapott, hogy hivasson téged a házába, és hallgassa tőled az igéket. Erre bevezette, és vendégül látta őket. Másnap pedig fölkelt, és elindult velük. Néhányan a jobbéi testvérek közül elkísérték. A következő napon megérkezett Cézáreába. Kornélius már várta őket. Összehívta rokonait és bizalmas barátait. És történt, hogy amikor Péter belépett, Kornélius elébe jött, és a lábaihoz borulva hódolt neki. Péter azonban fölemelte őt, és így szólt. Kelj föl, én magam is ember vagyok. Azután beszédbe elegyedett vele, betért hozzá, és sokakat talált összegyűlve. Ezeknek azt mondta. Tudjátok, ti is, hogy a zsidó ember mennyire visszariad attól, hogy idegennel barátkozzon, vagy hogy belépjen a házába. De Isten értésemre adta, hogy senkit sem mondjak közönségesnek, vagy tisztáltalannak. Azért ellenkezés nélkül eljöttem a meghívásra. Kérdezem tehát, mi okból hívtatok engem? Cornelius erre azt mondta. Ebben az órában éppen négy napja, hogy kilenc órakor imádkoztam a házamban, és íme egy férfi állt elém fehér ruhában. Azt mondta. Cornelius, imádságod meghallgatása talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten színe előtt. Küldj azért Jobbéba, és hivasd el Simont, akit Péternek is hívnak. Simon Tímár házában szállt meg, a tenger mellett. Mindjárt hozzád küldtem tehát, és te jól tetted, hogy eljöttél. Éme, most mindnyájan itt vagyunk előtted, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Úr parancsolt neked. Akkor Péter beszélni kezdett. Valóban azt tapasztalom, hogy Isten nem személyválogató. Ellenkezőleg kedves előtte bármelyik népfia, aki féli őt és igazságot cselekszik. Isten elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, aki mindennek az Ura. Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, a János által hirdetett keresztség után, hogy miképpen kente föl Isten, Szent lélekkel és erővel a názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett, és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög a hatalmába kerített, mert Isten vele volt. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő a zsidók országában és Jeruzsálemben tett. Pára függesztve megölték őt. De Isten harmadnapon feltámasztotta, és megadta neki, hogy megjelenjen nem az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt tanúknak, mi nekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból feltámadt. Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt. Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne. Miközben Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra, akik az igét hallgatták. A körülmetéltségből származó hívek, akik Péterrel jöttek oda, elcsodálkoztak, hogy a Szentlélek kegyelme a pogányokra is kiáradt. Hallották ugyanis őket nyelveken beszélni és magasztalni Istent. Ekkor Péter azt mondta. Vajon megtagadhatjuk-e a keresztség vizét azoktól, akik a szent lelket épp úgy elnyerték, mint mi? Elrendelte tehát, hogy kereszteljék meg őket Jézus Krisztus nevében. Ekkor megkérték őt, hogy maradjon náluk néhány napig. 11. fejezet az apostolok és a júdeai testvérek meghallották, hogy a pogányok is befogadták Isten igéjét. Mikor tehát Péter feljött Jeruzsálembe, a körülmetéltségből valók neki támadtak, és azt mondták: Bementél a körülmetéletlen férfiakhoz, és ettél velük! Erre Péter hozzáfogott, hogy sorjában elmondja a történteket. Joppe városában voltam, és imádkoztam, amikor lelkem elragadtatásában látomást láttam. Valami edény ereszkedett le, mint egy nagy lepedő a négy sarkánál fogva az égből, úgyhogy egészen elém ért. Mikor szemügyre vettem és beletekintettem, négy lábú földi állatokat és vadakat, csúszómászókat és égi szárnyasokat láttam. Szózatot is hallottam, amely felszólított. Kej föl, Péter! Öld meg, és edd! Én azonban azt mondtam. Távol legyen tőlem, uram, mert közönséges vagy tisztátalan sohasem jutott a számba. Erre másodszor is megszólalt a szózat az égből. Amit Isten tisztává tett, azt te ne mond közönségesnek. Ez pedig három ízben történt, mire az egész újból visszaemelkedett az égbe. Akkor nyomban három férfi állt ott a házban, amelyben voltam. Cizáreából küldték őket hozzám. Ekkor a lélek azt mondta nekem, hogy menjek velük minden habozás nélkül. Velem jött ez a hat testvér is, és beléptünk Cornélius házába. Ő elbeszélte nekünk, hogyan látta az angyalt, aki megállt házában, és így szólt hozzá. Küldj jobbéba és hívasd el Simont, akit Péternek is hívnak. Ő olyan igéket hirdet majd neked, amelyek által üdvözülsz te és egész házad. Amikor aztán beszélni kezdtem, a Szentlélek leszállt rájuk, ahogyan miránk is kezdetben. Ekkor megemlékeztem az úr szaváról, amely megmondta. János csak vízzel keresztelt, titeket azonban szent lélekkel fognak megkeresztelni. Ha tehát Isten ugyanazt a kegyelmet adta nekik, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy útjába állhattam volna Istennek. Mikor ezeket meghallották, megnyugodtak és így magasztalták Istent. Tehát a pogányoknak is megadta Isten az életadó bűnbánatot. Azok pedig, akik az István miatt kitört üldözés elől szétszóródtak, elmentek Főníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de nem hirdették az igét senki másnak, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirenei férfi, akik, mikor eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is beszéltek, hirdetve az Úr Jézust. Az Úr keze velük volt, úgyhogy a hívek nagy számban tértek meg az Úrhoz. Hírük eljutott a Jeruzsálemi Egyház fülébe, ezért elküldték Barnabást Antiókiába. Amikor odaérkezett és látta Isten kegyelmét, megörült és minnyájukat arra buzdította, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az úrban, mert derék férfi volt, telve szent lélekkel és hittel. Nagy tömeg csatlakozott az úrhoz, Barnabás ezután elutazott Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, és mikor megtalálta, elhozta Antiókiába. Egy álló esztendőn át jelen voltak az összejöveteleken, és nagy tömeget tanítottak. Antiókiában nevezték először a tanítványokat keresztényeknek. Azokban a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába, és az egyikük név szerint Agabus felállt, és a lélek által kijelentette, hogy nagy éhínség lesz az egész földkerekségen. Ez be is következett, Claudius idejében. A tanítványok erre elhatározták, hogy mindegyikük küldeni fog valamit a júdeában lakó testvérek megsegítésére, mindenki tehetsége szerint. Ezt meg is tették, és elküldték a vénekhez Barnabás és Saul keze által. 12. fejezet Ugyanebben az időben Heródes király felemelte kezét, hogy az egyházból néhány emberre lesújtson. Így karddal kivégeztette Jakabot, János testvérét. Mivel pedig látta, hogy a zsidóknak tetszik ez, még tovább ment és elfogadta Pétert. Éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta őt, börtönbe vetette és őrizetbe adta négy egyenként négy személyes katonai őrségnek. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. Péter tehát a börtönben őrizték, az egyház pedig szüntelenül könyörgött érte Istenhez. Amikor Heródes éppen arra készült, hogy elővezetteti, azon az éjszakán Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve, az őrök pedig az ajtó előtt őrizték a börtönt. De íme megjelent mellette az úrangyala, és fény ragyogott fel a cellában. Az angyal meglökte Péter oldalát, fölkeltette és így szólt. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehullottak a kezéről. Az angyal pedig azt mondta neki. Öveszd fel magad és vedd fel saruidat. Ő megtette, az angyal pedig azt mondta neki. Vedd magadra a ruhádat és köves engem. Péter az angyal nyomában kiment, és nem tudta, hogy valóság-e az, ami az angyal által történik. Azt hitte, látomása van. Miután átmentek az első és a második őrségen, a vaskapuhoz jutottak, amely a városba vezetett. Ez magától kinyílt előttük. Kimentek, végigmentek egy utcán, és ekkor az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Péter pedig magához térve azt mondta. Most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amire a zsidó nép számított. Ezt elgondolva, Máriának a Mártnak is nevezett János anyjának a házához ment, ahol sokan voltak egybegyűlve és imádkoztak. Mikor zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló jött ki, hogy megtudja, ki az. Amint felismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki az ajtót, hanem befutott, és jelentette, hogy Péter áll az ajtó előtt. Azok azonban rászóltak, elment az eszed! De ő erősítette, hogy bizony úgy van. Mire azok azt mondták, az angyala az, Péter pedig egyre csak zörgetett. Mikor azután végre ajtót nyitottak, meglátták őt, és elcsodálkoztak. Miután intett a kezével, hogy hallgassanak, elbeszélte, hogyan hozta ki őt az úr a börtönből. Végül azt mondta, vigyétek hírül ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután útra kelt, és eltávozott más helyre. Mikor pedig megvíratt, nem csekély zavarodást áltat a katonák között, hogy mi lett Péterrel. Heródes pedig miután kereste őt és nem találta, vallatta az őröket, azután elvitette őket, majd lement Júdeából Cézáreába és ott tartózkodott. Akkoriban neheztelt a tírusziakra és a Szidoniakra, ezek azonban közös akarattal eljöttek hozzá, Miután Blastuszt a király kamarását megnyerték maguknak, békét kértek, mert a vidékük tőle szerezte élelmét. A kitűzött napon azután Heródes királyi ruhába öltözve ítélő székébe ült, és beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten szavai ezek, és nem emberei! De azonnal lesújtott rá az Isten angyala, mert nem hárította Istenre a tiszteletet. Férgek emésztették el, úgy halt meg. Az Úrigéje pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul visszatértek Jeruzsálemből, miután elvégezték a szeretett szolgálatot. Jánost, akit Márknak is neveznek, magukhoz vették. 13. fejezet. Az antiókiai egyházban több próféta és tanító is volt, köztük Barnabás és Simon, akit Nigernek neveztek, a cirenei Lúciusz, továbbá Manaén, Heródes negyedes fejedelem tejtestvére és Saul. Közben ezek az úr szolgálatát végezték és bőjtöltek, a Szentlélek azt mondta nekik különítsétek el nekem Sault és Barnabást a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre bőjtött tartottak, imádkoztak, rájuk tették kezüket, azután útnak indították őket. Ők tehát a Szentlélektől küldve lementek Szeleukiába, onnan pedig Ciprusba hajóztak. Eljutottak Szalamizba és hirdették Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is a szolgálatukban volt. Amikor bejárták Páfoszig az egész szigetet, találtak egy barhízus nevű zsidó férfit, aki varázsló és hamis proféta volt. Sergius Paulus prokonzullal egy bölcs férfival volt, aki magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta Isteni igényét. Elimász azonban a varázsló, a neve ugyanis ezt jelenti, akadékoskodott, igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. De Saul, akit Pálnak is neveznek, szentlélekkel eltelve ránézett, és így szólt. Te minden családsággal és álnoksággal teljes ördögfia, minden igazságosságnak ellensége, nem szűnsz meg az úr egyenes útjait megrontani? Íme, ezért az úr keze most rajtad van, megvakulsz, de egy ideig nem látod a napvilágot. Rögtön homály és sötétség szakadt rá, és körbejárva kereste, hogy valaki kezét nyújtson neki. Erre a prokonzul hitt, mivel látta, hogy mi történt, és csodálkozott az úr tanításán. Azután Pál és akik vele voltak, elhajóztak Páfoszból, és a Pamfíliai Pergébe jutottak. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig átmentek Pergén, s a Pizidiai Antiókiába érkeztek. Szombaton bementek a zsinagógába, és leültek. A törvényből és a profétákból való felolvasás után a zsinagóga előjárói hozzájuk küldtek ezzel az üzenettel. Férfiak, testvérek, ha van valami intelmetek a nép számára, mondjátok el. Pál felemelkedett tehát, a kezével csendet intve megszólalt. Izraelita férfiak és ti istenfélők, halljátok! Izrael népének istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyját tette a népet, amikor Egyiptom földjén jövevények voltak. Azután hatalmas karral kivezette őket onnan, és negyven esztendeig tűrte viselkedésüket a pusztában, majd Kánaán földjén két népet elpusztított és sorsolással felosztotta nekik azoknak a földjét. Mintegy 450 évre. Azután bírákat adott nekik Sámuel prófétáig. Ettől fogva királyt kívántak és Isten negyven esztendőre Sault adta nekik, ki fiát, a Benyámin törzséből való férfit. Ennek elvetése után Dávid király támasztotta nekik, aki mellett tanúságot is tett, mondván, szívem szerint való férfit találtam, Jesse fiát, Dávidot, aki megteszi majd minden akaratomat. Az ő ivadékából támasztotta Isten az ígéret szerint Izrael üdvözítőjét, Jézust, akinek eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Mikor pedig János bevégezte pályafutását, azt mondta, nem az vagyok, akinek tartotok engem. Íme utánam jön, akinek a lábáról a saruit sem vagyok méltó megoldani. Férfiak, testvérek, Ábrahám nemzetének fiai és a köztetek lévő istenfélők, ennek az üdvösségnek az igéje hozzánk küldetett. Mert Jeruzsálem lakói és a vezetőik nem ismerték el őt, hanem ítélkezésükkel beteljesítették a profiták szavait is, amelyeket minden szombaton felolvasnak. Mert bár nem találtak benne semmi okot sem a halára, a kivégzését kívánták Pilátustól. Miután mindent végrehajtottak, ami meg volt írva róla, levették őt a fáról, és sírba helyezték. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek tanúságot tesznek róla a mai napig a nép előtt. Mi is az atyáknak tett ígéretet hirdetjük nektek, mert azt Isten nekünk az ő fiainak teljesítette, amikor föltámasztotta Jézust, amint meg is van írva a második Zsoltárban. Fiam vagy te, ma nemzettelek téged hogy pedig feltámasztotta a halálból, és hogy többé már nem tér vissza az enyészetbe, így mondta meg. Nektek adom a Dávidnak ígért biztos kegyelmet. Éppen ezért mondja másút is, nem engeded, hogy szented romlást lásson. Dávid ugyanis, miután a maga idejében Isten akaratát szolgálta, elszenderült. Atyái mellé tették, meglátta a romlást. De az, akit Isten a halálból feltámasztott, nem látott romlást. Vegyétek tehát tudomásul férfiak testvérek, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és hogy mindattól, amitől Mózes törvénye által meg nem igazulhattatok, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Ügyeljetek azért, hogy benne teljesedjen rajtatok, amit a próféta mondott. Lássátok, ti önteltek, csodálkozzatok, és semmi meg, mert napjaitokban egy művet valósítok meg, olyan művet, amelyet el sem hinnétek, ha valaki mondaná nektek. Amikor azután kimentek, kérlelték őket, hogy a következő szombaton is magyarázzák nekik ezeket a dolgokat. Sőt, amikor a zsinagóga szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan követték Pált és Barnabást, ők pedig biztatták és bátorították őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallja Isten igéjét. Mikor azonban a zsidók a sokaságot látták, elfogta őket a féltékenység, és káromlások között ellent mondtak annak, amit Pál mondott. Erre Pál és Barnabás egész bátran kijelentették: Először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, mivel azonban ti visszautasítjátok azt, hogy nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta nekünk az Úr. A pogányok világosságává tettelek téged, hogy szolgáld az üdvösséget a föld végső határáig. Mikor a pogányok meghallották ezt, megörültek, és magasztalták az úr igéjét. Hittek is minnyájan, akik az örök életre voltak rendelve. Az úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. A zsidók azonban felizgatták a vallásos és előkelő asszonyokat, a város első embereit üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ezek lerázták ellenük lábuk porát, és elmentek ikóniumba. A tanítványok pedig elteltek örömmel és a szent lélekkel. 14. fejezet Ikóniumban pedig az történt, hogy minnyáján bementek a zsidók zsinagógájába, és beszéltek, úgyhogy a zsidók és görögök nagy sokasága hívő lett. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felizgatták és felbőszítették a pogányok lelkét a testvérek ellen. Mégis ott maradtak azért jó ideig, és bizakodva fáradoztak az úrban, aki tanúságot tett kegyelmének igéje mellett. Megengedte ugyanis, hogy jelek és csodák történjenek a kezük által. A város lakossága azonban megoszlott. Egyesek ugyanis a zsidókkal, mások viszont az apostolokkal tartottak. Mikor pedig a pogányok és a zsidók a főembereikkel együtt támadásra készültek, hogy bántalmazásokkal illessék, sőt megkövezzék őket, és ők értesültek erről, elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába, Derbébe, és körös körül az egész tartományba mindenütt hirdették az evangéliumot. Volt Lisztrában egy bénalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Hallgatta Pált, amikor beszélt. Pál rátekintett, mivel látta, hogy hisz a gyógyulásában, fennhangon azt mondta, állj fel egyenesen a lábaidra. Az felugrott és járkált. Amikor a néptömeg látta, hogy mit tett Pál, likaóniai nyelven felkiáltott. Az istenek emberi alakot öltöttek, s leszálltak hozzánk. Barnabást elnevezték Jupiternek, Pált pedig Merkúrnak, mert ő vitte a szót. A város előtt lévő Jupiter templom papja bikákat és koszorúkat hozott a kapuk elé, és a tömeggel együtt áldozatot akart bemutatni. Amikor az apostolok Barnabás és Pál meghallották ezt, megszaggatták ruhájukat, kiáltozva kisiettek a tömeg közé, és ezt mondták. Férfiak, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektől a hiába való dolgoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki az eget és a földet teremtette a tengert és mindazt, ami bennük van. A letűnt időkben megengedte minden pogánynak, hogy a saját útján járjon, de önmagát sem hagyta tanúságtétel nélkül, mert jót cselekedett az égből. Eső termékeny időt adott, betöltötte szívünket eledellel és örömmel. Bár ezeket mondták, alig tudták lecsillapítani a tömeget, hogy nem mutasson be nekik áldozatot. Antiókiából és ikóniumból azonban utánuk jött néhány zsidó. Felbújtották a tömeget, és megkövezték Pált. Azután kivonszolták a városon kívülre, abban a hitben, hogy meghalt. De amikor a tanítványok körülvették, felkelt és bement a városba. Másnap pedig Barnabással útra kelt Derbébe. Miután ennek a városnak is hirdették az evangéliumot, és sokakat tanítottak, visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Útközben megerősítették a tanítványok lelkét, és intették őket, hogy maradjanak meg a hitben. Elmondták, hogy sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután az egyes egyházakban Bőtölve és imádkozva presbitereket rendeltek számukra, az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután átmentek Bizídián és Pamfiliába jutottak. Miután Pergében is hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába, onnan pedig elhajóztak Antiókiába, ahonnan Isten kegyelmébe ajánlva elindították őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek és egybegyűjtötték az egyházat, elbeszélték, milyen nagy dolgokat művelt általuk az Isten, és hogy a hit ajtaját megnyitotta a pogányoknak. Ezután jó ideig ott maradtak a tanítványokkal. Eközben néhányan azok közül, akik lejöttek Júdeából, így tanították a testvéreket ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás nagyon felháborodtak ezen, elhatározták, hogy Pál, Barnabás és még néhányan a többiek közül menjenek fel Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a kérdésnek az ügyében. Az egyház elkísérte őket, ők pedig átmentek Főnícián és Szamarián. Elbeszélték a pogányok megtérését, nagy örömet szerezve az összes testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek fogadták őket, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat művelt velük az Isten. De egyesek, akik a farizeusok felekezetéből lettek hívők, előálltak és azt mondták, hogy azoknak is körül kell metélkedniük, és nekik is meg kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Emiatt az apostolok és a presbiterek összegyűltek, hogy megvizsgálják ezt a kérdést. Mivel azonban nagy vitatkozás támadt, Péter felállt, és így szólt hozzájuk. Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten a régmúlt napoktól fogva kiválasztott engem közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium igéjét, és hívők legyenek. És Isten, aki ismeri a szíveket, tanúságot tett, mert nekik épp úgy megadta a szent lelket, mint nekünk. Nem tett semmi különbséget köztünk és közöttük, amikor a hit hitáltal megtisztította szívüket. Most tehát miért kísértitek Istent azzal, hogy azt az igát rakjátok a tanítványok nyakára, amelyet sem atyáink, semmi nem tudtunk elviselni. Ellenkezőleg, mi hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, amint ők is. Erre az egész sokaság elhallgatott. Aztán meghallgatta Barnabást és Pált, akik elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodatetteket művelt Isten a pogányok között általuk. Miután ők elhallgattak, Jakab szólalt meg. Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! Simon elbeszélte, hogyan és mi módon történt Isten látogatása első ízben, azért, hogy a pogányok közül támaszon népet az ő nevének. Ezzel egyeznek a profiták mondásai is, amint megvan írva. Ezután majd visszatérek, és felállítom Dávidnak leomlott hajlékát, kiavítom falainak repedéseit, és ami romba megújítom. Hogy keresse az urat az emberek maradéka, és minden nép, amely segítségül hívta nevemet. Így szól az úr, és meg is teszi azt. Ami ismert volt, öröktől fogva. Ennél fogva úgy gondolom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül megtérnek Istenhez hanem meg kell írni nekik, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, nehogy tisztátalanná váljanak, a paráznaságtól, a folytott állatoktól és a vértől. Mert akik Mózest hirdetik, a régi időktől fogva ott vannak minden városban, a zsinagógákban, és minden szombaton felolvassák azt. Erre az apostolok és a presbiterek az egész egyházzal együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antiókiába, Pállal és Barnabással, Júdást, akit melléknevén Barszabásnak hívnak, és Szilást. Ők a testvérek között vezetők voltak. És a kezük által ezt az írást küldték. Üdvözlet az apostoloktól és a presbiter testvérektől, a pogányokból lett testvéreknek, akik Antiókiában, Szíriában és Kilíkiában vannak. Mivel hallottuk, hogy némelyek, akik közülünk kerültek ki, megzavartak titeket szavaikkal, és feldúlták lelketeket, bár tőlünk megbízást nem kaptak, jónak láttuk, miután megállapodásra jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és küldjünk el hozzátok, ami igen kedves barnabásunkkal és pálunkkal, ezekkel az emberekkel, akik életüket adták a mi Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik mindezt személyesen, élő szóval is tudtatokra adják. Úgy tetszett ugyanis a Szentléleknek és nekünk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok, csak azt, ami szükséges. Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a folytott állatoktól és a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Jó egészséget! Azok tehát, miután elbocsátották őket, lementek Antiókiába. Itt egybegyűjtötték a sokaságot, és átadták a levelet. Amikor elolvasták, örültek a vigasztalásnak. Júdás és Szilás pedig, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel vigasztalták a testvéreket, és megerősítették őket. Miután pedig egy ideig itt időztek, a testvérek visszabocsátották őket békében azokhoz, akik küldték őket. Pál és Barnabás is Antiókiában időztek. Tanítottak a többiekkel együtt, és hirdették az Úr igéjét. Néhány nap múlva azonban Pál így szólt Barnabáshoz. Menjünk vissza, és városról városra, mindenütt, ahol hirdettük az Úr igéjét, Látogassuk meg a testvéreket, hogy vannak. Barnabás magával akarta vinni Jánost, akit Márknak is hívnak. Pál azonban kérte őt, hogy ne kelljen visszafogadni azt, aki elvált tőlük Pamfiliától kezdve, nem ment velük a munkába. Így nézeteltérés támad köztük, és külön váltak egymástól. Barnabás Ciprusba hajózott, miután maga mellé vette márkot. Pál viszont szilást választotta, és útra kelt. Miközben a testvérek őt Isten kegyelmébe ajánlották. Bejárta Szíriát és Cilíciát, megerősítette az egyházakat, és megparancsolta, hogy tartsák meg az apostolok és a presbiterek rendelkezéseit. 16. fejezet. Eljutott Derbébe és Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívővélet zsidó anyának és pogány apának volt a fia. A testvérek, akik Lisztrában és Ikóniumban voltak, jó véleménnyel voltak róla. Pál azt akarta, hogy vele menjen az útra, azért magához vette és körülmetéltette, tekintettel a zsidókra, akik ezekben a helységekben voltak. Mindenki tudta ugyanis, hogy ez apja pogány volt. Amikor sorra járták a városokat, tudatták, mihez kell tartaniuk magukat, közölték velük a határozatokat, amelyeket az apostolok és a presbiterek hoztak, akik Jeruzsálemben voltak. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és gyarapodtak számban napról napra. Amikor keresztül mentek Frígián és Galácia tartományán, a Szentlélek megtiltotta nekik, hogy Ázsiában hirdessék Isten igéjét. Míziába érve megkísérelték ugyan, hogy Bitíniába menjenek, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért átmentek Mízián és lementek Troázba. Itt látomás jelent meg Pálnak éjnek idején. Egy makedón férfi elé állt és könyörgött neki. Jöjj át Makedóniába és segíts rajtunk! Miután ezt a jelenést látta, késedelem nélkül igyekeztünk elindulni Makedóniába. Biztosan tudtuk, hogy Isten hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból. Egyenesen Szamotrákiába jutottunk, másnap Neápolisba. Innen pedig Filippibe, amely Makedóniának ebben a részében az első telepes város. Ebben a városban töltöttünk néhány napot és beszélgetéseket folytattunk. Szombaton kimentünk a kapunk kívül a folyóvízhez, úgy gondoltuk, hogy ott az imahely. Leültünk ott, és szóltunk az asszonyokhoz, akik összegyűltek. A hallgatóságban volt egy Lídia nevű istenfélő bíborárus asszony Tiatíra városából, akinek az úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott. Miután ő és háza népen megkeresztelkedett, így könyörgött. Ha úgy ítéltek meg, hogy hűséges vagyok az úrhoz, térjetek be házamba, és maradjatok nálam. És erővel rá is vett minket. Történt pedig, hogy amikor az imádságra mentünk, egy jósoló szellemtől megszállott lányjal találkoztunk, aki jövendőléseivel nagy hasznot hajtott gazdáinak. Ez nyomon követte pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságbeli Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Több napon át így tett. Pált bántotta ez, azért hátrafordult és azt mondta a léleknek. Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belőle. Ki is ment belőle abban az órában. Mikor azonban a gazdái látták, hogy oda van a reményük a bevételre, Megragadták Pált és Szilást, és elvitték a piacra az előjárókhoz. A bírák elé állították őket, és így szóltak: Ezek a zsidó emberek zavart keltenek városunkban, és olyan életmódot hirdetnek, amelyet nekünk nem szabad elfogadnunk, sem cselekedetben követnünk, mivel rómaiak vagyunk. A nép is összegyűlődött ellenük a bírák pedig letépették a ruháikat, és megvesszőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, aztán börtönbe vetették őket. Az őrnek pedig megparancsolták, hogy szigorúan őrizze őket. Miután ilyen parancsot kapott, a belső tömlözbe vitte őket, a lábukat pedig kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilás imádkozva dicsérték Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, s a börtön alapjai meginoktak. Egyszerre minden ajtó kinyílt, és minnyájuk bilincsei leoldódtak. Amikor a börtönőr felriadt, és azt látta, hogy a börtön ajtajai nyitva vannak, kirántotta a kardját, és meg akarta magát ölni, abban a hitben, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban fennhangon így kiáltott. Ne tégy magadban semmi kárt, mert mindannyian itt vagyunk. Az erre világosságot kért, bejjebb és remegve borult Pál és Szilás lábához. Azután kivezette őket, és így szólt. Uraim, mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek? azok azt felelték. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz te és házad népe. Aztán hirdették neki az Úr igéjét, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig még abban az éjjeli órában elvitte őket, megmosta sebeiket, és mindjárt megkeresztelkedett, és vele övéi is mindnyájan. Aztán bevezette őket otthonába, asztalt terített nekik, és örvendezett háza népével együtt, hogy híve lett Istennek. Miután megvírat, a bírák elküldték a törvényszolgákat ezzel az üzenettel: Bocsásd el azokat az embereket! A börtönör pedig elvitte Pálnak az üzenetet. A bírák idekültek, hogy bocsással a -e titeket, most tehát menjetek ki, és távozzatok békével! Pál azonban azt mondta neki: Mielőtt elítéltek volna minket, nyilvánosan megveszőztek és börtönbe vetettek noha római polgárok vagyunk, és most titokban kiutasítanak? Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki minket. A törvényszolgák pedig hírül vitték ezeket a szavakat a bíráknak. Azok megijedtek, amikor meghallották, hogy római polgárok. Eljöttek tehát, és megkövették, majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amikor kijöttek a börtönből, betértek Lídiához. Miután látták a testvéreket és megvigasztalták őket, útra keltek. 17. fejezet Ezután áthaladtak Amphipoliszon és Apollónián, majd Tesszaloniki beérkeztek, ahol a zsidóknak zsinagógájuk volt. Pál szokás szerint bement hozzájuk, és három szombaton át magyarázta nekik az írást. Kifejtette és kimutatta, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, a halálból fel kellett támadnia, és hogy ez a Jézus, az a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Némelyikük hitt, és csatlakozott Pálhoz és Sziláshoz, az Istenfélő pogányokból szintén nagy sokaság, és nem kevesen az előkelő asszonyok közül. A zsidók azonban féltékenykedtek. Maguk mellé vették a csőcselékből néhány gonosz embert. Csődületet támasztottak és izgalomba hozták a várost, majd Jázon házánál csoportosulva megkísérelték, hogy kihozzák őket a nép közé. Mivel azonban nem találták meg őket, Jázont és néhány testvért vonszolták a város előjárói elé, és közben így kiáltoztak. Ide is eljöttek ezek, akik felkavarják a világot. Jázon meg befogadta őket pedig ezek minnyáján a császár rendeletei ellen cselekszenek. Azt mondják ugyanis, hogy más valaki, hogy Jézus a király. Fel is bőszítették a népet és a város előjáróit, akik ezt végighallgatták. Mégis szabadon bocsátották őket, miután Jázon és a többiek kezeskedtek értük. A testvérek pedig mindjárt éjjel elküldték Pált és Szilást Béreába, ahol megérkezésük után bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek már nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikiek. Be is fogadták az igét lelkesen, és nap-nap után kutatták az írásban, vajon ezek a dolgok valóban így vannak-e. Közülük sokan hívők lettek, sőt, még az előkelő pogányasszonyok és férfiak közül is számosan. Amikor azonban Tesszalonikiben a zsidók megtudták, hogy Pál Béreában is hirdette az Isten igéjét, ide is eljöttek, felizgatták és fellázították a tömeget. Erre a testvérek azonnal útra bocsátották Pált, hogy eljusson a tengerig. Szilás és Timóteus azonban ott maradtak. Akik elkísérték Pált, elvezették őt Aténig, aztán elutaztak, miután parancsot kaptak tőle, Szilás és Timóteus számára, hogy mi hamarabb menjenek hozzá. Amíg Pál Aténben várt rájuk, a lelke megrendült a bálványimádásba merült város láttán vitatkozott a zsidókkal és az istenfélőkkel a zsinagógában, s a köztéren is nap-nap után azokkal, akik ott voltak. Némelyik epikúreus és sztoikus bölcselő vitába ereszkedett vele. Egyesek azt kérdezték. Mit akar mondani ez a szószaporító? Mások viszont új istenek hirdetőjének látszik mert Jézust és a feltámadást hirdette nekik. Aztán megragadták, és az arrapáguszra vitték ezekkel a szavakkal. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Ez valami újszerűt mondogatsz a fülünkbe, tudni akarjuk tehát, vajon mik ezek? Ugyanis az összes Aténi és az ott lévő jövevények Semmi egyébben nem foglalkoztak, mint azzal, hogy valami újat mondjanak vagy halljanak. Pál pedig felállt az Areopágus közepére, és így szólt: Aténi férfiak! Minden tekintetben nagyon vallásosnak látlak titeket. Amikor ugyanis körüljártam és megszemléltem a bálványképeiteket, egy olyan oltára akadtam, amelyen ez a felirat volt. Az ismeretlen Istennek. Nos, akit ti nem ismertek és mégis tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Isten, aki a világot alkotta, és benne mindent, mivel ő a mennynek és a földnek ura, nem lakik kézzel épített templomokban. Ő nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha valamire szüksége volna, hiszen ő ad mindennek életet, leheletet és mindent. Az ő műve, hogy az egytől származó egész emberi nem lakja a teljes földkerekséget. Ő szabta meg tartózkodásuk meghatározott idejét és határait, hogy keressék Istent, hát ha megérzik őt és megtalálják, bár nincs messze egyikünktől sem. Hiszen ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amint az egyik költőtök meg is mondta, az ő gyermekei vagyunk. Mivel tehát Isten gyermekei vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy az istenség hasonló aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, a művészet és az emberi gondolat alkotásához. Isten elviselte ennek a tudatlanságnak az idejét, most azonban hirdeti, hogy minnyájunknak bűnbánatot kell tartani mindenütt, mert meghatározott egy napot, amelyen ítélkezni fog a világ felett igazságban egy férfi által, akit arra rendelt és igazolt is mindenki előtt, mikor feltámasztotta a halálból. Mikor a holtak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Mások meg azt mondták. Erről majd még egyszer meghallgatunk téged. Ezzel Pál eltávozott körükből, de néhány férfi csatlakozott hozzá, és hívő lett. Köztük Arropagita Dénes, valamint egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások is. 18. fejezet ezek után eltávozott Aténból és elment Korintusba. Itt találkozott egy Aquila nevű Pontusból származó zsidóval, aki nem régen jött Itáliából, mivel Claudius elrendelte, hogy az összes zsidó távozzon Rómából, meg a feleségével Priscillával és elment hozzájuk. Mivel ugyanaz volt a mesterségük, sátorkészítők voltak, náluk maradt és dolgozott. Minden szombaton vitatkozott a zsinagógában, hirdette az Úr Jézus nevét, és igyekezett meggyőzni a zsidókat és a görögöket. Amikor pedig Szilás és Timóteus megjöttek Makedóniából, Pál még többet fáradozott az ige hirdetésben, és bizonyította a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus mivel azok káromlások között ellent mondtak neki, lerázta ruháit, és azt mondta nekik, a fejeteken a véretek, én tiszta vagyok, és mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Elköltözött tehát onnan, és betért egy bizonyos Ticius Justus nevű istenfélő férfinak a házába. Az illető háza a zsinagóga mellé épült. Krisztus pedig a zsinagóga előjárója, hitt az úrban egész házával együtt, sőt, a korintusiak közül sokan, akik hallgatták, hittek és megkeresztelkedtek. Az úr pedig azt mondta éjjel látomásban pálnak, ne félj, csak beszélj és ne hallgass, mert én, én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni, hogy ártson neked, mert sok népem van nekem ebben a városban. Ott maradt tehát egy évig és hat hónapig, közben tanította nekik az Isten igéjét. Egyszer azonban, amikor Gallió volt akája prokonzúja, a zsidók egy akarattal rátámadtak párra. Oda vitték az ítélő és azt mondták, ez törvényellenes Isten tiszteletre beszéli rá az embereket. Mielőtt azonban Pál szóra nyitotta volna száját, Gallió így szólt a zsidókhoz. Zsidó férfiak! Türelemmel lennék hozzátok annak rendes módja szerint, ha csak ugyan valami törvénytelenségről vagy nagyon gonosz büntetről volna szó. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről folyik a vita, intézzétek el magatok. Ezekben én nem akarok bíró lenni. És elűzte őket az ítélőszéktől. Erre minnyája megragadták Szosztenészt, a zsinagóga előjáróját, és megverték az ítélőszék előtt, de Gallió ezzel sem törődött semmit. Pál pedig még jó ideig ott maradt, aztán búcsút vett a testvérektől. Miután Kenkreában megnyíratta a fejét, fogadalma volt ugyanis, elhajózott Szíriába, és vele ment Prisztilla és Akvila is. Efezusba érkezve elvált tőlük. Bement a sinagógába, és vitatkozott a zsidókkal. Bár az ottaniak kérték, hogy húzamosabb ideig maradjon, nem állt rá, hanem búcsút vett tőlük ezekkel a szavakkal. – újra visszatérek hozzátok, ha Isten akarja. Ezzel útra kelt Efezusból. Lement Cézáreába, onnan felment, köszöntötte az egyházat, aztán lement Antiókiába. Miután itt töltött egy bizonyos időt, útra kelt sorjában bejárt a Galácia tartományát és Frégiát, és minden tanítványt megerősített. Eközben egy Apolló nevű alexandriai származású zsidó jött Efezusba, aki ékes szóló és az írásokban igen jártas volt. Mivel már oktatást kapott az úr útjáról, buzgó lélekkel beszélte el és szorgosan tanította az úrra vonatkozó dolgokat, de csak János keresztségéről tudott. Bátran kezdett tehát működni a zsinagógában, amikor Prisztilla és Akvila hallották őt, maguk mellé vették és alaposabban megmagyarázták neki Isten útját. Mikor aztán Akájába készült menni, a testvérek buzdították és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor odaérkezett, sok mindenben hasznukra volt a híveknek, mert ellenállhatatlanul megcáfolta a zsidókat a nyilvánosság előtt és kimutatta az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. 19. fejezet Amíg Apolló Korintusban volt, Pál bejárta a felső tartományokat, aztán Efezusba jött, és néhány tanítványra talált. Ezeknek azt mondta, Vajon megkaptátok-e a szent lelket, amikor hívők lettetek? Azok azonban azt felelték neki. Még csak azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Őre megkérdezte. Hogyan vagytok hát megkeresztelve? Azok így feleltek. János keresztségével. Erre Pál azt mondta. János a bűnbánat keresztségével keresztelte a népet, és azt mondta, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Pál rájuk tette kezeit, és a Szentlélek leszállt rájuk, ők pedig nyelveken kezdtek beszélni, és profétáltak. Ezek a férfiak összesen mintegy tizenketten voltak. Azután bejárt a zsinagógába, bátran tanított három hónapon át, és meggyőzően vitatkozott Isten országáról. Mivel azonban egyesek megáltalkodtak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját a sokaság előtt, eltávozott tőlük. Külön hívta a tanítványokat, és nap mint nap egy bizonyos Tirannosznak az iskolájában mondott beszédet. Ez két esztendeig tartott, így mindazok, akik Ázsiában laktak, zsidók és pogányok, hallották az Úr igéjét. Isten rendkívüli csodákat is művelt Pál keze által. Elvitték kendőit és kötényeit, amelyeket viselt, és a betegekre tették, mire azok meggyógyultak, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Egyes kóbor zsidó ördögűzők is megkísérelték, hogy az Úr Jézusnak a nevét hívják segítségül azokra, akikben gonosz lelkek voltak. Azt mondogatták. Parancsolok nektek Jézus által, akit Pál hirdet. Egy zsidó főpapnak, Szkívának két fia tette ezt. A gonosz lélek azonban így felelt nekik. Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti Kik vagytok? Aztán az ember, akiben a gonosz lélek volt, rájuk vetette magát, a hatalmába kerítette őket, s úgy megmutatta nekik az erejét, hogy ruhátlanul és sebesülten menekültek ki abból a házból. Ezt aztán megtudta Efezus valamennyi zsidó és pogány lakója, mire félelem fogta el minnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívek közül is sokan eljöttek, bevallották és elmondták tetteiket. Azok közül pedig, akik a rendkívüli dolgokat hajházták, sokan összehorták a könyveket, és mindenki szeme láttára elégették. Megbecsülték azok értékét is, és úgy találták, hogy az értékük ötvenezer ezüst. Így tehát az Úr igéje rendkívüli módon gyarapodott és megerősödött. Amikor mindezek megtörténtek, Pál a lélek által elhatározta, hogy átmegy Makedónián és Akáján, s elmegy Jeruzsálembe. Azt gondolta ugyanis, ha ott már voltam, Rómát is meg kell látogatnom. Előre küldött tehát Makedóniába kettőt azok közül, akik szolgáltak neki, Timóteust és Erasztoszt, maga pedig egy ideig még Ázsiában maradt. Abban az időben azonban nem kis háborúság támadt az úr útja miatt. Egy Demetrios nevű ezüstműves ugyanis Diana templomocskákat készített ezüstből, és jókora keresethez juttatta a kézműveseket. Ezeket és a hasonló foglalkozású iparosokat összehívta, és azt mondta nekik, emberek, Jól tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a keresetünk. De látjátok és halljátok azt is, hogy ez a pál nem csak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömegeket térít el rábeszéléssel. Azt mondja, hogy nem istenek azok, amiket kézzel csinálnak. Így azonban nem csak a mi foglalkozásunk sodródik veszélybe és válik érdektelenné, hanem a nagy diánának a templomát is semmibe fogják venni, s annak fölsége is meg fog inogni, akit egész Ázsia és a földkereksége tisztel. Mikor ezeket a szavakat meghallották, harag töltötte el őket, és felkiáltottak. Nagy az efezusiak diánnája! Kavarodást töltötte be a várost, és egy akarattal a körszínházba rohantak. Oda hurcolták a makedóniai Gájuszt és Arisztarkuszt, Pál társait. Ekkor Pál be akart menni a nép közé, de a tanítványok nem engedték. Néhányan az ázsiai főtisztviselők közül is, akik barátai voltak, elküldtek hozzá és kérték, hogy ne menjen a színházba. Ott mindenki mást kiabált, mert a népgyűlés meg volt zavarodva, és többen azt sem tudták, hogy miokból gyűltek össze. Végül előhozták a tömegből Alexandert, akit a zsidók előre tuszkoltak. Alexander pedig csendet intett a kezével, mert fel akarta világosítani a népet. Amikor azonban felismerték, hogy zsidó, egyszerre minnyáján lármázni kezdtek, és vagy két órán át így kiáltoztak. Nagy az efezusiak diánnája, Végre a jegyző lecsendesítette a tömeget, és így szólt. Efezusi férfiak! van -e ember, aki ne tudná, hogy Efezus városa tiszteli a nagy diánát, Jupiter magzatát? Mivel ez nem kétséges, meg kell nyugodnatok, és semmit sem kell meggondolatlanul cselekednetek. Idehoztátok ugyanis ezeket az embereket, akik sem nem török, sem a ti istennőtöket nem káromolták. Ha tehát Demetriosznak és a többi kézművesnek panaszuk van valaki ellen, miután tartanak törvénynapokat és vannak prokonzulok, emeljenek panaszt egymás ellen. Ha pedig másféle vitás ügyetek van, a törvényes népgyűlésen el lehet intézni. Mert még abba a veszélybe kerülünk, hogy bevádolnak a mai zendülés miatt. Hiszen semmi okunk sincs erre a csődületre, hogy számot adjunk róla. Ezt mondta, aztán feloszlatta a gyűlést. 20. fejezet A zavargás megszüntével Pál magához hívta a tanítványokat, buzdította őket, azután elbúcsúzott és útra kelt, hogy Makedóniába menjen. Miután bejárta azokat a területeket, többször is beszélt és intette őket. Elment Görögországba, és ott töltött három hónapot. Amikor Szíriába készült hajózni, a zsidók cselt ellene. Ezért úgy határozott, hogy Makedónián át tér vissza. A béreai Szopatér Pirrosz fia volt a kísérője, a tesszalonikiek közül pedig Aristarkos és Sekundus, továbbá a derbéi Gájus és Timóteus, végül Ázsiából Tihikus és Trofimus. Ők elmentek előre és megvártak minket Troászban. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és öt nap múlva értük utol őket Troászban, ahol két napot töltöttünk. A hét első napján azután, amikor egybe a kenyérszegésre, Pál beszélni kezdett nekik. Mivel másnap útra akart kelni, a beszédet egészen éjfélig nyújtotta. A felső teremben, ahol egybe gyűltünk, volt lámpa bőven. Közben egy Eutíkosz nevű fiút, aki az ablakban ült és mély álomba merült, mert Pál hosszan beszélt, az álom elnyomta, leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték fel. Pál lement hozzá, ráborult, átkarolta, és így szólt. Ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Aztán felment, megszegte a kenyeret, és evett, és beszélt még jó sokáig egészen víradatig, akkor kelt útra. A fiút pedig élve hozták oda, és teljesen megvigasztalódtak. Mi pedig hajóra szálltunk, és asszoszba hajóztunk, hogy ott felvegyük pált. Így rendelkezett ugyanis, mert ő maga szárazon akarta megtenni az utat. Amikor aztán összetalálkozott velünk asszoszban, felvettük őt, és mitilénébe mentünk. Innen elhajóztunk, s másnap Kiosz elé értünk. A következő nap szamoszont kötöttünk ki, majd a rákövetkező napon megérkeztünk Milétoszba. Pál ugyanis úgy határozott, hogy Efezus mellett elhajózik, hogy ne kelljen időznie Ázsiában. Sietett, ha lehetséges, pünkös napján már Jeruzsálemben legyen. Milétoszból beüzent tehát Efezusba és hívatta az egyház presbitereit. Amikor azok odaértek és együtt voltak, így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva, hogyan voltam veletek az egész idő alatt. Szolgáltam az úrnak teljes alázatossággal, könyhullatás és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmi hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, Tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként. Tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok előtt az Istenhez való megtérésről és a Jézus Krisztusba a mi urunkba vetett hitről. És most íme lélekben megkötözve elmegyek Jeruzsálembe, és nem tudom, mi minden vár ott rám. Csak azt tudom, amit a Szentlélek minden városban értésemre ad, hogy bilincsek és szorongatások várnak rám Jeruzsálemben. De nem félek ezektől. Az életemet sem tartom értékesebbnek, mint magamat, csak elvégezhessem pályafutásomat, az ige szolgálatát, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy tanúságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Azt is tudom már, hogy közületek, akik között jártam, s akiknek hirdettem Isten országát, többé senki sem fogja látni arcomat. Azért szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a vére sem. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt, köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat. Örködjetek azért, és tartsátok emlékezetben, hogy három éven át, éjjel nappal könnyek között Szüntelenül intettem mindegyikteket. Most pedig Istennek ajánlak titeket, és az ő kegyelme igéjének. Neki van hatalma, hogy gyarapodást és örökséget adjon az összes megszentelt számára. Nem kívántam el senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Magatok tudjátok, hogy ezek a kezek dolgoztak meg azért, amire szükségem volt, nekem és azoknak, akik velem vannak. Mindenben megmutattam nektek, hogy így kell fáradozni, segíteni a gyöngéken és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, letérdelt és együtt imádkozott minnyájukkal. Azok pedig mindannyian nagy sírásra fakadtak, és pálnyakába borulva csókolgatták őt. Az a mondása fájt nekik leginkább, hogy nem fogják többé viszont látni az arcát. Végül pedig elkísérték őt a hajóra. 21. fejezet Amikor azután elváltunk tőlük, kihajóztunk és egyenes irányban haladva Kózba értünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Amikor találtunk egy Főníciába menő hajót, beszálltunk és továbbhajóztunk. Mikor feltűnt előttünk Ciprus, azt bal felől haladva elhagytuk, aztán Szíriába hajóztunk és eljutottunk Tíruszba, mert a hajó ott készült kirakni a rakományt. Miután a tanítványokat megtaláltuk, ott maradtunk hét napig. Ők a lélek által azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Néhány nap elteltével mégis elindultunk és tovább mentünk. Ők pedig mindannyian elkísértek bennünket, feleségeikkel és gyermekeikkel. Kikísértek a városból, és a parton letérdelve imádkoztunk. Miután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek övéikhez. A hajóút befejezéseként lementünk Tírusból Tolemaiszba. Köszöntöttük a testvéreket, és egy napig náluk maradtunk. Másnap tovább mentünk, és Cézáreába érkeztünk. Itt betértünk Fülöp evangélista házába, és megszálltunk nála, aki a hét közül az egyik volt. Négy hajadon leánya volt, s ezek prófétáltak. Amíg mi néhány napig időztünk, egy Agabus nevű próféta érkezett oda Júdeából. Oda jött hozzánk, fogta Pál övét, megkötözte vele a saját lábát és kezét, és így szólt. A Szentlélek ezeket mondja. Azt a férfit, akié ez az öv, a zsidók így kötözik meg Jeruzsálemben, és átadják a pogányok kezébe. Mikor ezt meghallottuk, mi is kértük őt, meg az ottaniak is, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Mit csináltok? Miért sírtok és szomorítjátok a szívemet? hiszen én kész vagyok az Úr Jézus nevéért nem csak arra, hogy megkötözzenek, hanem hogy meg is halljak Jeruzsálemben. Mivel nem tudtuk lebeszélni őt, megnyugodtunk és így szóltunk, legyen meg az Úr akarata. E napok után tehát útnak eredtünk és felmentünk Jeruzsálembe. Cézáreából a tanítványok közül is velünk tartottak néhányan magukkal hozták Názont, egy Ciprusról való régi tanítványt, hogy nála szálljunk meg. Amikor Jeruzsálembe értünk, a testvérek szívesen fogadtak minket. Másnap Pál velünk együtt bement Jakabhoz, és a presbiterek is minnyáján összegyűltek. Miután köszöntötte őket, részletesen elmondta, mit művelt Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Azok pedig miután meghallgatták, dicsőítették Istent. Neki pedig azt mondták. Nézd, testvér, sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők lettek, de azért mind féltékenyen tartják a törvényt. Rólad azonban azt hallották, hogy a Mózestől való elpártolása tanítod azokat a zsidókat, akik a pogányok között vannak. Azt mondod nekik, hogy nem kell sem a fiaikat körülmetéltetniük, sem a szokásokat követniük. Mi tehát a teendő? Elkerülhetetlen, hogy a tömeg összenecsődüljön, ha meghallják, hogy megjöttél. Tedd meg tehát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat vettek magukra. Vedd őket magad mellé. Szentelődj meg velük vízes helyettük, hogy megnyiratkozzanak. Akkor mindenki tudni fogja, hogy nem igaz, amit rólad hallottak, ellenkezőleg te is megtartod a törvényt, és a szerint élsz. Ami pedig azokat illeti, akik a pogányok közül lettek hívők, mi megírtuk végzésünket, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a folytott állatoktól, és a paráznaságtól. Erre Pál maga mellé vette a férfiakat, másnap tisztulást végzett, velük együtt bement a templomba, és bejelentette, hogy a tisztulás napjai letelnek, amikor mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Mikor azonban a hét nap lassan már letelt, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban, fölizgatták az egész népet, és elfogták őt. Közben ezt kiáltozták. Izraelit a férfiak, segítsetek, ez az az ember, aki a nép, a törvény és ezzel ellen a hely ellen tanít mindenkit, mindenütt. Sőt, még pogányokat is behozott a templomba, és megfertőzte ezt a szent helyet. Vele látták ugyanis az efezusi trofimoszt a városban, Róla gondolták, hogy Pál bevitte a templomba. Meg is mozdult az egész város. A nép összecsődült, megragadták Pált és kihurcolták a templomból, a kapukat pedig azonnal bezárták. Mikor már azon voltak, hogy megöljék őt, az a hír jutott el a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem zavargásban tört ki az mindjárt katonákat és századosokat vett maga mellé, és lesietett hozzájuk. Azok pedig, amikor meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Ekkor az ezredes odalépett, megfogta őt és megkötöztette két lánccal. Aztán megkérdezte, hogy kicsoda ez és mit tett. De a tömegből az egyik ember ezt, másik azt kiabált. Mivel pontosan nem tudott tájékozódni a zajongás miatt, a várba vitette őt. Amikor azonban a lépcsőkhöz jutott, történt, hogy a nép erőszakossága miatt a katonáknak már vinniük kellett, a nép sokaság ugyanis utána tódult és azt kiáltozta, öld meg őt! Amikor már a várba készültek bevezetni Pált, ő így szólt az ezredeshez. Szabad-e valamit mondanom neked? Az megkérdezte. Te tudsz görögül? Nem te vagy az az egyiptomi? Nem te keltettél a napokban zavargást? Kivezettél a pusztába négyezer szikárius férfit? Pál azonban azt mondta neki. Én zsidó ember vagyok a cilíciai tarzusból. Annak az ismert városnak vagyok a polgára. Kérlek azonban, engedd meg nekem, hogy szóljak a néphez. Mikor az megadta az engedélyt, Pál a lépcsőkön állva intett a népnek a kezével. Erre nagy csendesség lett. Ő pedig megszólalt zsidó nyelven, és ezt mondta. 22. fejezet Férfiak, testvérek és atyák, Hallgassátok meg védekezésemet, melyet most elétek tárok. Amint meghallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még csendesebbek lettek. Ő pedig így szólt: Zsidó ember vagyok. A Cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban nevelkedtem fel, Gamáliel lábánál. Az atyák törvényének szigorúsága szerint nyertem oktatást, a törvény buzgó követője voltam, amint ti is azok vagytok ma minnyájan. Ezt az utat pedig halára üldöztem, megkötöztem és őrizetbe adtam férfiakat és nőket. Ezt a főpap és a vének mind tanúsítják rólam. Kaptam tőlük leveleket is, úgy mentem el Damaszkuszba a testvérekhez, hogy az ottaniakat is megkötözve Jeruzsálembe hozzam, hogy megbüntessék őket. Történt azonban, hogy útközben, amikor Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen nagy világosság árat rám az égből. Leestem a földre, és szózatot hallottam, amely azt mondta nekem, Saúl, Saul, Saul, Miért üldözöl engem? Én pedig így feleltem: Uram, ki vagy? Ő azt válaszolta: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, látták ugyan a világosságot, de nem hallották annak szavát, aki velem beszélt. Erre én megkérdeztem, Mit tegyek, uram? Az úr pedig azt mondta nekem, kelj fel, és menj Damaszkuszba. Ott megmondják majd neked mindazt, amit tenned kell. Mivel azonban a ragyogó fény következtében nem láttam, a kísérők kézen fogva vezettek, így értem Damaszkuszba. Egy bizonyos Ananiás nevű férfi, aki félte Istent a törvény szerint, s akiről az ott lakó zsidók mind jó véleménnyel vannak, felkeresett és mellém állva azt mondta nekem, Saul testvér, láss! Abban a pillanatban megláttam őt. Ő pedig így folytatta. Atyáink Istene, előre kijelölt téged, hogy megismerd akaratát, meglásd az igazat, és szavait a saját szájából hald. Tanúskodni fogsz mellette, minden ember előtt azokról a dolgokról, amiket láttál és hallottál. Most pedig miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, most le bűneidet, és hívd segítségül az ő nevét. Amikor később visszatértem Jeruzsálembe és imádkoztam a templomban, lelki elragadtatásba estem. Láttam őt, s ő azt mondta nekem, Sies, menj ki gyorsan Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam szóló tanúságtételedet. Erre megkérdeztem, Uram, hisz tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe zárattam, és a zsinagógákban megverettem a bennet hívőket. Amikor pedig Istvánnak, a te tanúdnak vérét ontották, ott álltam, helyeseltem azt, és őriztem gyilkosainak ruháját. De ő azt mondta nekem, menj el, mert én elküldlek téged messzire a pogányok közé. Amíg ezeket elmondta, hallgatták őt, de akkor hangosan kiáltozni kezdtek. Veszítsd el az ilyen embert a földről, nem élhet tovább. Mivel egyre csak lármáztak, köntöseiket eldobták és port szórtak a levegőbe, az ezredes megparancsolta, hogy vezessék be a várba, ostorozzák meg, vessék kínvallatás alá, mert meg akarta tudni, hogy miért kiabálnak úgy ellene. Mikor azonban szíjakkal lekötötték, Pál megkérdezte a mellette álló századost. Szabad nektek római polgárt megostorozni, mielőtt elítélték volna? A százados, aki ezt hallotta, oda ment az ezredeshez és jelentést tett neki. Mit akarsz tenni? hiszen ez az ember római polgár. Erre az ezredes odament hozzá, és azt mondta neki. Mondd meg nekem, valóban római polgár vagy? Ő azt felelte. Igen. Az ezredes erre azt mondta. Én sok pénzért jutottam ehhez a polgársághoz. Mire Pál azt mondta. Én pedig abban születtem. Erre nyomban félreálltak, akik kínvallatására készültek. Az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár létére megkötöztette őt. Másnap aztán tüzetesebben meg akarta tudakolni, hogy a zsidók mivel vádolják. Eloldoztatta őt, összehívta a papokat és az egész főtanácsot, azután elővezette pált és eléjük állította. 23. fejezet Pál a főtanács felé fordult, és így szólt. Férfiak, testvérek, mind a mai napig maradéktalanul jó lelki ismerettel jártam az úr előtt. Ananiás főpapára megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék őt szájon. Pál ekkor így szólt hozzá. Megvertéged Isten, te fehérre meszelt fal! leülsz, hogy a törvény szerint ítélkez rajtam, és a törvény ellenére parancsot adsz, hogy megüssenek. Az ott állók azt mondták, az Isten főpapját szidalmazod? Pál azonban így szólt. Nem tudtam, testvérek, hogy ő a főpap, hiszen megvan írva, ne átkozd népet fejedelmét. Mivel Pál tudta, hogy egy részük a szadduceusok közül, a többi pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a főtanácsban. Férfiak, testvérek, farizeus vagyok és farizeusok fia. A reménység és a holtak feltámadása miatt állok törvény előtt. Mihelyt kimondta ezt, nézeteltérés támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokaság megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek. A farizeusok pedig mindkettőt vallják. Lett erre nagy lárma. A farizeusok közül ugyanis néhányan felálltak és harciasan kijelentették. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Lehet, hogy lélek, vagy angyal szólt hozzá. Mivel a vita elfajult, az ezredes attól tartott, hogy szétszaggatják pált. Kiadta tehát a parancsot, hogy a katonák jöjjenek le, ragadják ki közülük és vigyék a várba. A következő éjszakán pedig megállt mellette az úr, és azt mondta neki, Légy álhatatos! Mert amint tanúságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy kell tanúságot tenned Rómában is. Amikor megvíratt, a zsidók közül néhányan összefogtak és fogadalmat tettek. Azt mondták, hogy sem nem esznek, sem nem isznak, amíg pált meg nem ölik. Negyvennél többen voltak a férfiak, akik így összeesküdtek. Elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és azt mondták nekik. Fogadalommal köteleztük magunkat, hogy addig semmit sem ízlelünk meg, amíg pált meg nem öljük. Most tehát jelentsétek be a főtanácsal együtt az ezredesnek, hogy hozassa őt elétek, mintha valami biztosabbat akarnátok róla megtudni. Mi pedig készen állunk, hogy mielőtt ideérne, megöljük. Pál nővérének a fia azonban értesült a csövésről. Oda ment, tehát bement a várba, és tudtára adta Pálnak. Pál pedig magához hivatott egyet a századosok közül, és azt mondta neki: Vezesd ezt az ifjút az ezredeshez, mert valami jelenteni valója van számára. Az maga mellé vette, elvezette az ezredeshez, és így szólt a fogoly Pál megkért, hogy vezessem hozzád ezt az ifjút, mert valami mondani valója van számodra. Az ezredes megfogta a kezét, félrevonult vele és megkérdezte. Milyen jelenteni valód van számomra? Az pedig elmondta. A zsidók megállapodtak abban, hogy megkérnek téged, vezettest Pált a holnapi napon a főtanácsba, Mintha valami biztosabbat akarnának megtudni róla. De te ne higgy nekik, mert közülük negyvennél több férfi lesben áll ellene. Ezek fogadalommal kötelezték magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak, amíg meg nem ölik őt. Készen is állnak már, és várják ígéretedet. Az ezredes erre elbocsátotta az ifjút, megparancsolta neki, ne mondja el senkinek, hogy ezeket tudtul adtad nekem. Azután hivatott két és azt mondta nekik. Éjjeli három órától kezdve, tartsatok készen létben kétszáz gyalogost, hetven lovast és kétszáz dárdást, hogy Cézáreába menjenek. Szereljetek fel hátas állatokat is, hogy pált felültessék, és épségben elvigyék Félix helytartóhoz. Aztán levelet írt. Ez állt benne. Claudius Lysias Félixnek, a kegyelmes helytartónak. Üdv neked! A zsidók elfogták ezt a férfit, és meg akarták ölni, amikor katonasággal közbeléptem és kimentettem, mert megtudtam, hogy római. Azzal a szándékkal, hogy megtudjam a vádat, amelyet ellene felhoznak, bevittem őt a főtanácsukba. Úgy láttam, hogy törvényüknek vitás kérdései miatt vádolják, de semmi bűne sincs, ami miatt halált vagy bilincset érdemelne. Mivel azt is jelentették nekem, hogy cselcődtek ellene, elküldtem őt hozzád, a vádlóknak is értésükre adtam, hogy hozzát folyamodjanak. Jó egészséget! A katonák tehát parancsuk értelmében magukhoz vették Pált, és az éj folyamán elvitték Antipatrizba. Másnap a lovasokat útra bocsátották, hogy tovább menjenek vele, ők pedig visszatértek a várba. Azok pedig, amikor eljutottak Cézáreába, Átadták a levelet a helytartónak, és Pált is elé állították. Amikor az elolvasta a levelet, megkérdezte, hogy melyik tartományból való. Mikor megtudta, hogy Cilíciai, azt mondta: Majd kihallgatlak, amikor vádlóid is megjönnek. Végül megparancsolta, hogy tartsák őrizetben Heródes székházában. 24. fejezet Öt nap múlva Ananiás főpap lement néhány vénnel és egy bizonyos Tertullus nevű ügyvéddel, és jelentkeztek a helytartó előtt Pál ellen. Miután Pált előhívták, Tertullus elkezdte előadni a vádat. Igazi békében élünk alattad, és gondoskodásod folytán sok dologban javulás állt be azt mindig és mindenütt teljes hálával fogadjuk, kegyelmes Félix. Hogy azonban hosszasabban föl ne tartsalak, kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességet szerint. Úgy találtuk, hogy ez az ember veszedelmet terjeszt, és lázadásokat szít az összes zsidó között az egész földkerekségen, és élére áll a názáretiek eretneksége által keltett lázadásnak. Sőt, a templomot is meg akarta szentségteleníteni, ezért elfogtuk. Ha törvényt ülsz, magad is megtudhatod tőle mindazt, amivel mi vádoljuk őt. A zsidók is megerősítették ezt, és bizonygatták, hogy mindez így van. Pál azonban, miután a helytartó intett neki, hogy beszéljen, ezt válaszolta. Mivel tudom, hogy sok esztendeje bírája vagy ennek a népnek, jó lélekkel felelek meg magamért. Meggyőződhetsz ugyanis, hogy nincs több, mint tizenkét napja, amikor feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. Nem látott engem senki vitatkozni vagy népcsődületet támasztani, sem a templomban, sem a zsinagógákban, sem a városban. Nem is tudják előtted bizonyítani, amikkel most vádolnak engem. Azt azonban megvallom előtted, hogy az atyának, az én istenemnek szolgálok, azt a felekezetet követve, amelyet ők eretnekségnek mondanak, s hiszek mindabban, ami megvan írva a törvényben és a prófétákban. Reménységem van az Istenben, amit ők maguk is várnak, hogy az igazak és a gonoszok föltámadnak. Ennél fogva magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem fedhetetlen legyen mindenkor Isten és az emberek előtt. Több esztendő eltelte után azonban megérkeztem, hogy adományt hozzak népemnek, áldozzak és fogadalmakat teljesítsek. Ez alkalomból találtak engem megtisztulásom után a templomban, de nem sokasággal és nem is zavargás közepette. Az a néhány ázsiából való zsidó, akiknek meg kellett volna előtted jelenniük és vádat emelniük, ha panaszuk van ellenem, vagy akár ezek itt maguk is, csak mondják meg, hogy találtak-e bennem valami gonoszságot, amikor a főtanács előtt álltam. Legfeljebb abban az egy mondásban, amelyet hangosan hirdettem, mikor köztük álltam, hogy a holtak feltámadása miatt állok ma ítélő széketek előtt. De Félix elhalasztotta ügyüket, mert jól ismerte ezt az utat, és ezt mondta. Majd, ha Líziász ezredes lejön, meghallgatlak benneteket a századosnak pedig megparancsolta, hogy tartsa őt őrizetben, hagyja nyugton, és ne akadályozzon meg senkit sem övéi közül, hogy a szolgálatára legyen. Néhány nap múlva Félix odajött Druzillával a feleségével, aki zsidó nő volt. Hívatta Pált és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. Amikor azonban ő az igazságosság, a tisztaság és a jövendő ítélet kérdését kezdte fejtegetni, Félix ilyetten közbeszólt. Most egyelőre menj! Alkalmas időben majd hivatlak. Ezen kívül azt is remélte, hogy Pál majd lefizeti, ezért gyakran hívatta és elbeszélgetett vele. Két év elteltével azonban Félix utóda Porcius Festus lett mivel Félix a zsidók kedvében akart járni, Pált fogságban hagyta. 25. fejezet Amikor Festus megérkezett a tartományba, három nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. A főpapok és a zsidók főemberei eléje járultak, és Pál ellen kérelmet terjesztettek elő. Azt a kegyet kérték az ő kárára, hogy hozzassa fel őt Jeruzsálembe. Azt a cseh tervelték ki ugyanis, hogy útközben megölik. Festus azonban azt válaszolta, hogy Pált Cézáreában őrizteti, maga pedig hamarosan elutazik. Akik tehát közületek hatalommal vannak felruházva, mondta, jöjjenek levelem, és emeljenek vádat ellene, ha valami gonoszság van abban a férfiban, még vagy nyolc-tíz napig tartózkodott köztük, aztán lement Cézáreába. Másnap törvényt ült, elővezettette Pált. Amikor odahozták őt, a zsidók, akik lejöttek Jeruzsálemből, körülállták és sok súlyos vádat hoztak fel ellene. Bizonyítani azonban nem tudták, mert Pál előadta a védekezését. Én sem a zsidók törvénye, sem a templom, sem a császár ellen nem vétettem semmit. De Festus kedvében akart járni a zsidóknak, azért ezt válaszolta Pálnak. Akarsz a Jeruzsálembe felmenni, hogy ezek ott ítéljenek meg téged az én jelenlétemben. Pál azonban azt mondta, a császár ítélőszéke előtt állok, ott kell ítélni felettem. A zsidók ellen semmit sem vétettem, amint magad is igen jól tudod. Mert ha ártottam volna, vagy valami halára méltó dolgot tettem, kész vagyok meghalni. Ha azonban semmi alapja sincs mindannak, amivel ezek vádolnak, senki sem szolgáltathat ki engem nekik. A császárhoz fellebbezek. Erre Festusz értekezett tanácsosaival, és így szólt. A császárhoz fellebeztél, a császárhoz fogsz menni. Néhány nap múlva Agrippa király és Bereniké lejöttek Cézáreába, hogy Festuszt üdvözöljék. Mikor már több napja ott időztek, Festus említést tett a királynak párról. Félix itt hagyott egy fogoly férfit, akinek dolgában a zsidók főpapjai és vénei hozzám fordultak, amikor Jeruzsálemben voltam, és követelték az elítélését. Azt feleltem nekik, a rómaiaknak nem szokásuk, hogy elítéljenek valakit, amíg a vádlottak nem szembesítették vádlóival, és lehetőséget nem adtak neki az önvédelemre, hogy a büntettek alól tisztázza magát. Amikor ennek következtében minden késedelem nélkül idegyűltek, másnap az ítélő székbe ültem és elővezettettem azt a férfit. A vádlók előálltak, de nem hozakodtak elő semmi olyasmivel, amiből én gonoszat gyanítottam volna, csak holmi vitás kérdéseik voltak ellene a vallásuk dolgában, és valami meghalt Jézust illetően, akiről Pál azt erősítgette, hogy él. Mivel pedig én nem igazodom el az efféle kérdésben, azt mondtam, hogy akar-e felmenni Jeruzsálembe, hogy ezek ott ítélkezzenek felette. Pál azonban fellebbezett, hogy a császár ítélkezzen fölötte. Őrizetben tartottam, amíg el nem küldöm a császárhoz. Erre Agrippa azt mondta Festusnak. Magam szeretném meghallgatni ezt az embert. Holnap válaszolta, majd meghallod. A következő napon Agrippa és Bereniké nagy pompával eljöttek, és bementek a tárgyalóterembe az ezredesekkel és a város előkelő polgáraival. Festus parancsára elővezették Pált. Ekkor Festus így szólt. Agrippa király és ti férfiak minnyáján, akik velünk itt jelen vagytok. Íme, látjátok őt, aki miatt a zsidók egész sokasága megkeresett engem Jeruzsálemben, követelőzve és lármázva, hogy nem szabad tovább élnie. Én azonban úgy találtam, hogy nem követett el semmit sem, ami miatt halált érdemelne. Mivel ő a császárhoz fellebbezett, úgy határoztam, hogy oda küldöm. Nincsen semmi, ami bizonyosat írhatnék róla uramnak. Ezért hoztam őt elétek, kiváltképpen te eléd, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténte után tudjak mit írni. Mert nem látom észszerűnek, hogy elküldjem a foglyot, és ne jelentsem az ellene emelt vádakat. 26. fejezet Agrippa erre azt mondta pának. Megengedjük, hogy szólj a magad érdekében. Ekkor Pál kitárta kezét, és elkezdte előadni védekezését. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy jelenlétedben védekezem ma mind az ellen, amivel a zsidók vádolnak. Főként pedig azért, mert te ismered a zsidóknál levő összes szokást és vitás kérdést. Azért kérlek, hallgasd meg türelmesen. A zsidók minnyáján ismerik ugyanis életemet ifjúságomtól kezdve, amely elejétől fogva népem körében folyt le Jeruzsálemben. Tudják rólam korábról, kezdettől fogva, ha hajlandók lennének tanúskodni, hogy vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Most mégis itt állok, ítélkezésnek alávetve, mert reménykedem abban az ígéretben, amelyet Isten tett atyáinknak, amelyre tizenkét törzsünk éjjel-nappal szolgálva reméli, hogy eljut. Ereménység miatt vádolnak engem a zsidók, király. Mi hihetetlen találtok abban, hogy Isten a halottakat feltámasztja. Korábban magam is azt tartottam, hogy nagy ellenségként kell eljárnom a názáreti Jézus neve ellen, és ezt meg is tettem Jeruzsálemben. A szentek közül sokat zárattam börtönbe, miután a főpapoktól felhatalmazást nyertem. Amikor pedig megölték őket, a hozzájárulásomat adtam. Zsinagógáról zsinagógára járva sok esetben megkínoztam őket, így akartam őket káromlásra kényszeríteni. És aztán egyre jobban dühöngve ellenük, idegen városokban is üldöztem őket. Amikor ilyen szándékkal, a főpapok felhatalmazásával és engedélyével Damaszkuszba mentem, útközben egyszer déltájban azt láttam, király, hogy az égből a nap fényénél ragyogó világosság ragyogott körül engem, azokat, akik velem voltam. Mindannyian leestünk a földre. Ekkor szózatot hallottam, amely héber nyelven így szólt hozzám. Saul. Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugdalóznod. Erre megkérdeztem, ki vagy, uram? Az úr ekkor így szólt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgáljává és tanuljává tegyelek azoknak a dolgoknak, amiket láttál, és amelyek véget még meg fogok jelenni neked. Ezért kimentelek téged a népből és a pogányok közül, akik közé most küldlek, hogy megnyisd szemüket, és hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából Istenhez térjenek, és így elnyerjék a bűnök bocsánatát, és az örök részt a szentek között, a bennem való hitáltal. Mindezek következtében, Agrippa király, nem kételkedtem a mennyei látomásban. Először a Damaszkuszban levőknek, aztán Jeruzsálemben és Judea egész tartományában, végül a pogányoknak hirdettem, hogy tartsanak bűnbánatot és térjenek Istenhez végezzék a bűnbánat méltó cselekedeteit. Emiatt fogtak el a zsidók, amikor a templomban voltam, és meg akartak ölni. De Isten oltalma megsegített, és a mai napig helytáltam, mint tanú, kicsi és nagy előtt. Nem mondok semmit sem azokon kívül, amikről Mózes és a próféták beszéltek, mint eljövendő dolgokról, hogy Krisztus szenvedni fog, első lesz a halottak feltámadásában, és világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor ezeket szólva előadta védekezését, Festus jó hangosan azt mondta, „Eztelen vagy pál, a sok tudomány esztelenségbe kerget téged. Pál pedig, nem vagyok én esztelen, kegyelmes Festus, hanem az igazság és a józanság szavait mondom. A király ugyanis, aki ez éppen ezért bátran beszélek, tud ezekről. Úgy gondolom, ezek közül semmi sem ismeretlen előtte, hiszen ezekből semmi sem történt holmi zugban. Agrippa király, hiszel a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Erre Agrippa így szólt Pálhoz: Kevésen múlik, hogy meggyőz, és keresztény legyek. Pál pedig: kérem Istentől, akár kicsi, akár nagyáron, hogy nem csak te, hanem azok is minnyáján, akik ma hallanak, olyanok legyenek, amilyen én is vagyok, leszámítva ezeket a köteleket. Erre a király, a helytartó, Bereniké és akik mellettük ültek, felkeltek. Távozás közben így beszélgettek egymással. Ez az ember semmit sem tett, ami halált vagy bilincseket érdemelne. Agrippa pedig azt mondta Festusnak. Ezt az embert el lehetett volna bocsátani, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. 27. fejezet Miután a határozat úgy szólt, hogy hajón elviszik őt Itáliába, Pált a többi fogolyjal együtt átadták az Augusta zászlóaj Julius nevű századosának. Felszálltunk tehát egy Adramittiumi hajóra, és útnak indultunk, megkezdve a hajózást az ázsiai helységek felé. A Tessalonikiből való makedóniai Arisztarkhoz is velünk tartott. Másnap elérkeztünk Szidomba. Julius emberségesen bánt Pállal. Megengedte neki, hogy felkeresse barátait, és gondoskodjék magáról. Amikor onnan elindultunk, Ciprus alá hajóztunk, mert a szelek éppen szembefújtak. Áthajózva Cilícia és Pamfília tengerén elérkeztünk a Líkiai Mírába. Mivel a százados Találtott egy Itáliába induló alexandriai hajót, arra szállított át minket. Miután hajónk több napon át lassan haladt előre, nagy nehezen eljutottunk Knidos elé, de mert a szél gátolt bennünket, Szalmóné táján áthajóztunk krétav alá. Nagy nehezen haladtunk mellette, elérkeztünk egy jó kikötő nevű helyhez, Lásze a város közelében. Mivel az idő igen előre haladt, és a hajózás nem volt már biztonságos, hisz a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket ezekkel a szavakkal. Pérfiak! Látom, hogy a hajózás nem csak a rakománynak és a hajónak, hanem az életünknek is gyötrelmére és nagy kárára kezd lenni. A százados azonban inkább hitt a kormányosnak és a kapitánynak, mint Pál szavainak. Mivel a kikötő sem volt alkalmas a telelésre, a többség megállapodott abban a tervben, hogy elhajóznak onnan. Ha csak lehetséges, elérik Fönixet, és ott telelnek a Krétai kikötőben, amely a délnyugati és északnyugati szélirányra tekint. Mivel a déli szél gyengén fújt, és úgy gondolták, hogy kitarthatnak szándékuk mellett, Felszették hát a horgonyt, és tovább haladtak szorosan Kréta mellett. De röviddel ezután rájuk tört onnan az észak-keletinek nevezett orkán. Mivel elkapta a hajót, és nem tudtunk a szél ellen haladni, elsodródtunk, átengedve a hajót a szélrohamoknak. Amikor elszáguldottunk egy kauda nevű kis sziget alatt, alig tudtuk megmenteni a csónakot. Mikor végre sikerült azt felhúzni, védő intézkedéseket alkalmaztak. Átkötötték a hajót, és mivel attól tartottak, hogy a szirtiszhez csapódnak, Lebocsátották a lassítót, és így haladtak tovább. A hatalmas vihar úgy hányt vetett bennünket, hogy másnap kidobálták a rakományt. Harmadnap pedig a hajó felszereléseit dobálták ki saját kezükkel. Mert több napon át sem a nap, sem a csillagok nem tűntek fel, és a rémséges vihar folyton dühöngött, oda lett már minden reményünk, hogy megmenekülünk. Mikor már sokat éheztek, Pál közéjük állt, és így szólt: Férfiak, rám kellett volna hallgatnotok nem kellett volna elindulni Kréta alól, és nem szenvednénk ezt a veszőtséget és kárt. De most is arra biztatlak titeket, legyen a lelketek bizakodó, mert egy ember sem fog közületek elveszni, egyedül a hajó. Ezen az éjszakán ugyanis megállt mellettem Isten angyala, én az övé vagyok, és neki szolgálok, azt mondta, ne félj, Pál, a császár elé kell állnod, íme, Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled hajóznak. Azért férfiak, legyetek bizakodó lelkűek, mert én elhiszem Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Ki kell vetődnünk valamelyik szigetre. Amikor már a tizennegyedik éjszaka is beállt, amióta az Adrián hajóztunk, Éjféltájban a hajósok azt gyanították, hogy valamiféle föld tűnik fel előttük. Erre lebocsátották a mélységmérőt, és húsz ölet mértek. Majd kicsit tovább haladva onnan már tizenöt ölet mértek. Ezért attól tartva, hogy ciklás helyekbe ütközünk, leeresztettek négy vasmacskát a hajó faráról, és aggódva várták, hogy kivilágosodjon. Közben a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Azzal az ürügyjel, hogy a hajó orráról horgonyokat vetnek ki, leeresztették a csónakot. Ekkor Pál azt mondta a századosnak és a katonáknak: Ha ezek nem maradnak a hajón, ti nem menekülhettek meg! Erre a katonák elvágták a csónak köteleit, és hagyták kiesni. Amikor világosodni kezdett, Pál kérte minnyájukat, hogy vegyenek magukhoz eledelt. Ezt mondta nekik. Ma tizennegyedik napja, hogy vártok, étlen vagytok, és semmit sem vesztek magatokhoz. Azért arra kérlek titeket, vegyetek táplálékot magatokhoz, ez a javatokra lesz. Egyikteknek sem vészel, egy haja sem a fejéről. Miután ezt elmondta, Fogta a kenyeret, és minnyájuk szeme látára hálát adott Istennek. Aztán megtörte azt, és elkezdett enni. Erre minnyájan megnyugodtak, és ők is vettek magukhoz eledelt. Összesen 276-an voltunk a hajón. Amikor jól laktak az étellel, úgy könnyítettek a hajón, hogy a gabonát a tengerbe dobták. Bár ekkorra megvírat már, a szárazföldet nem ismerték fel, de észrevettek egy öblöt, amelynek lejtős partja volt. Azt gondolták, hogy erre futtatják ki a hajót, ha tudják. Miután a horgonyokat eloldották és a tengerbe dobták, meglazították a kormányrudak köteleit is, majd felvonták a vezérvitorlát a szél fújásának az irányában, így igyekeztek a part felé. Amikor végül egy földnyelvhez jutottak, ráhajtották erre a hajót. A hajóor megakadt ugyan és mozdulatlan maradt, de a hátsó rész kezdett szétesni a hullámverés ereje miatt. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valamelyik kiúszon és megszökjön. A százados azonban meg akarta menteni Pált ezért megtiltotta, hogy ezt megtegyék. Megparancsolta tehát, hogy azok bocsátkozzanak le elsőként, akik úszni tudnak. Jussanak ki, és menjenek ki a szárazra. A többieket pedig kivitték, kit deszkákon, kit a hajó roncsain. Így történt azután, hogy minden ember kimenekült a partra. 28. fejezet Megmenekülésünk után tudtuk meg, hogy a szigetet Máltának hívják. A barbárok nem csak emberséget tanúsítottak irántunk, tűzeket raktak és gondoskodtak mindannyiunkról, a ránk szakadt esőben és hidegben. Amikor azonban Pál összeszedett egy csomó rőzsét és rárakta a tűzre, egy vípera mászott elő a melegtől és rávetette magát a kezére. A barvárok meglátták a kezén lógó állatot, és azt mondogatták egymásnak: Ez az ember bizonyosan gyilkos, mert kimenekült ugyan a tengerből, de a bosszú nem hagyja életben. De ő lerázta a kígyót a tűzbe, és nem lett semmi baja. Pedig azok azt hitték, hogy felpuffad, nyomban lerogy és meghal. Vártak is erre jó ideig, s amikor látták, hogy semmi baj sem érte. Mást gondoltak, azt mondták, hogy Isten. Azon a vidéken a sziget Publius nevű főemberének voltak birtokai. Ez befogadott minket, és három napig jól tartott bennünket. Publius apja éppen akkor lázban és vérhasban gyötrődve feküdt. Pál bement hozzá, imádkozott, aztán rátette a kezét, és meggyógyította. Ezután az eset után a szigetről minden beteg eljött hozzá, és mind meggyógyult. Ezek nagy tisztelettel vettek körül minket, amikor hajóra szálltunk, elhalmoztak bennünket a szükséges dolgokkal. Három hónap múlva aztán elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és a dioszkűroszok jelvényét viselte. Eljutottunk Szirakúzába, és ott maradtunk három napig. Onnan körbehajózva régiumba értünk. Mivel másnap déli szél támadt, a rákövetkező napon Puteoliba érkeztünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek minket, hogy maradjunk náluk hét napig, és csak aztán mentünk Rómába. A testvérek meghallották ezt, és elénk jöttek onnan a fórum apig és tres tabernéig. Mikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és bízni kezdett. Mikor aztán megérkeztünk Rómába, megengedték Pálnak, hogy magánházban lakjon katonai őrizet mellett. Harmadnapra összehívta a zsidók főembereit. Amikor összegyűltek, így szólt hozzájuk. Testvérek, férfiak. Nem tettem ugyan semmit sem a nép vagy az ősi szokás ellen, mégis megkötözve adtak át Jeruzsálemben a rómaiak kezébe. Miután vizsgálatot tartottak ügyemben, el akartak bocsátani, hisz nincs semmi főben járó védkem. Mivel azonban a zsidók tiltakoztak, kénytelen voltam a császárhoz fellebbezni. Nem azért, mintha vádolnám valamivel nemzetemet, Emiatt kértem, hogy lássalak titeket, és beszéljek veletek. Ezek a kötelek ugyanis Izrael reménysége miatt vesznek körül engem. Azok azt válaszolták neki. Semmilyen levelet nem kaptunk rólad Júdeából, és az idejövő testvérek egyike sem hozott hírt, vagy mondott rólad valami rosszat. Kérünk, hadd halljunk tőled, hogyan gondolkozol. Tudjuk ugyanis erről a felekezetről, hogy mindenütt ellenzésre talál. Megállapodtak tehát vele egy napban, s akkor igen sokan eljöttek hozzá a szállásra. Ő pedig magyarázott nekik, és tanúságot tett Isten országáról. Reggeltől estig igyekezett őket Mózes törvényéből és a profétákból meggyőzni Jézusról. Egyesek hittek szavainak, mások viszont nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymás között, szétszélettek. Pál pedig ezt a mondást idézte nekik. Jól mondta a Szentlélek atyáinknak, Izajás próféta által. Menj el ehhez a néphez és mondd nekik. Halván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Mert megkeményedett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, a szemüket eltakarják, nehogy lássanak a szemükkel, csaljanak a fülükkel, nehogy értsenek a szívükkel, s megtérjenek és meggyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy Istennek ez az üdvözítő szándéka a pogányoknak szól, azok majd meghallgatják. Ő pedig két álló esztendeig ott maradt bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik hozzá betértek. Közben hirdette Isten országát bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról.